time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 6 óra után vagyunk, 19 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Szevasztok. Hello, drága hallgatók. Szerda van, és nincsen hideg, ez mindenképpen jó hír. Ez mindenképpen jó. És nem esik az eső, legalábbis itt. És nem esik az eső, igen. Mennyi, tízecske van? Figyeljetek, ahhoz képest egyébként egész jól megúsztuk, hogy a múlt hét vége felé is, meg a hétvégén is azt mondták, hogy egész héten esni fog az eső, és hogy ilyen áldatlan állapotok lesznek. Na most ehhez képest, persze borús az ég, meg minden, meg szürkéske, meg mit tudom én, meg nincs is annyira se hideg, se meleg, de eső nem esik, és ez tök jó. Ez tök jó. Főleg, hogy nem jó, nem még mindig nem mondom, már 3 napja beszélek a lomtalanításról. Még kicsit benned van, van, úgy valami. Érzem. Kicsit benned van. Figyeljetek, egyébként minden tökéletesen elvitek. Nagyon örültem, meg nem is akarom egyébként ezzel fárasztani se a hallgatókat, se titeket, se magamat, hogy milyenek az emberek, nagyon fura. Valaki odajött tegnap válogatni, talált magának esetleg valamit, el is vitte, aztán ott hagyott cserébe kézzacskó húgyakakát. Hogy így köszönöm szépen. De nem tudta továbbvinni, tele volt a keze. Hát vagy az. Igen. Vagy nem tudta továbbvinni a motyót, érted? Tele volt a keze a kakival, azt letette és vitte. Mit magammal ezt a régi munkavédelmi sisakat, vagy a kutyaszt. Hát inkább munkavédelmi. Vagyis ők ott hagyja a ház előtt, hogy mire gondolt. Na mindegy, nem is érdekes. Meg hogy úgyis elviszik. Hát, aha, tudod. Igen, lomtalanításval. Lomtalanításval, hát, a kaki az lom. Biztos, igen, ha jól emlékszem, az is oda volt írva. Na mindegy, nem fárasztok el senkit, csak úgy olyan tipikus. Te túl magad rajta. Majd jövőre. Kidobtam, kész. Kezet mostam aztán. Picit nem újság, volt. Új autó van? Bocsánat, kérlek, hogy belevágok csak így. Júliával járok egy hétig, na. Megkaptam. Ez az, ő az új. Aha, így mondták, hogy hát, hogy én úgy szeretem ezt az Alfát, üljek már valami rendesbe. De aztán eltőleg vegyél, tehát úgy adták, hogy aranyos vagy egy hétig, de aztán azért vegyél, vagy... Ezt nem mondták, vagy hogy meg vagy, kell vegyél. Vajtad a kérdést azért, hogy picit reménykedjenek, és aztán azt mondta, hogy srácok, ez nekem túl jó. Igen. Tehát odaadjuk természetesen, ha ön komoly vedő. Nem, hát szóval venni most semmiféleképpen hosszú távú használatra is tervezhetek. Egy hónapra még ha gondoljátok esetleg, még én agyalnék rajta, hogy most ezt megvédj, nem tudom. Igen. Nem tudom. Még úgy azt mondom majd, hogy november 19-ig még tudok róla beszélni. Csak egy hétig kaptad csak? Egy hétre, tudod, ez ilyen tesztautó. Nem voltak túl bőkezűek. Azért, mert viszik mind a cukrot az újságírók. Tudod, ja. Ki akarja próbálni új modell, és akkor én egy picit így befurakodtam, hogy azért én is lássam már, ne csak azok, akik értenek is hozzá, hanem aki szerelmes bele. Úgyhogy ennyi. Városban már tudom, mi a pálya. Hosszabb utakon még nem sikerült kipróbálni, hát mert rövid volt ugye az idő. Arra gondolsz, hogy igen? Igen, arra, és hogy jövő héten megyek Barcelonába, hogy én oda is tudok autóval menni. Hát azért úgy próbálja az evés. Úgyhogy egy hetecske. Nem voltak túl. Hát szoktak ilyet, mert te is, amikor jártál, nem tudom mivel, azért nálad is volt egy hétig autó, nem? Vagy a japán modell az meddig volt? Egy hétig, nem? Az 3 hetet, majdnem egy hónapot. Tényleg? A Lexusra gondolsz? Jó, hát de híres vagy, én meg érted. És akkor én már ennek egy hónapig örülök. Volt. Próbálgattuk. Kis hibridet. Tettünk hozzá. Ja. Igen, de jó volt. Na jó, mert láttam itt kint, hogy csillog-billog. Meg is húztam gyorsan. Nem igen. Érdekes, ki van fizetve, állítólag belefér. Egy kicsit a környéken. Állítólag belefér, ez is van rajta biztosítás. Ja, tegnap elhoztam, már ezzel voltam este a kis közös projektünkön, amit Jani már lett ott pár nappal ezelőtt. Ja, igen. És akkor most meg mi jöttünk. Mind a kettőt. Vele ébredtem, vele keltem. Igen. Ja, jó van. Vagy hogy van, vele ébredtem, vele feküdtem, már Balázsra. Ja, hogy ott voltunk hát tegnap. Tegnap este, persze. Tegnap este gesztieknél jártunk, így van. Picit de szép lehet. Az a stúdió, ahol vannak. Nagyon jó pofa hely. Jó pofa hely. Picit lehet róla beszélni, gondolom, nem? Hogy készül. Szerintem igen, persze. Hát nyilván lehet, hát mindenféle promóció nekik jó lesz. Tehát, hogy készül egy olyan dolog a repülőkkel, mert mi is benne vagyunk, és ennek volt tegnap a hangfelvétele, és aztán majd lesz a képi. Képi világ megvalósítása, az pedig vasárnap, és akkor egy-két héten belül kész is lesz. Azt nem mondjuk, hogy felrakjuk a Balázs Facebook oldalára, mert az nincs. Figyeljetek, igen, valamiért nehezebb megtalálni most a Sebestyén Balázs official-t. Tehát nem az unofficialt, az officialt. Nehéz most megtalálni igen. Valamiért. És majd ha kicsit később lesz, akkor kérünk segítséget valakitől, aki Facebookozik, meg aki expert, majd elvázoljuk a problémát, és akkor elmondja, hogy mi történt. Itt szerintem valami testvérféltékenység, vagy rivalizálás, vagy valami. Tudom. Én most ugyanis úgy tűnik, hogy megálltunk. Nem is az a baj, de tök egyszerű az oka, hogy ugyanis a Google eltüntette az oldalamat. Valamiért. Tehát valami nem tetszik neki, vagy valaki valamiért egyébként, ami nem jogos, de feljelentett.
és eltűnt a Google, eltűnt a Google-ből az éte. Nem adja ki a Facebook oldalmat, nincs. Vicces. Tehát teljesen eltűnt. Tehát előbb jönnek már teljesen ismeretlen hétköznapi Sebestyén Balázsok, meg az Unofficial oldal, ami nem én vagyok, meg mit tudom én. De azért azt de nincs kint az oldalam, tehát nem adja ki az oldalamat. Tehát valami nem tetszik, vagy valaki valamiért felnyomott, valaki féltékeny lett erre a hirtelen növekedésre, és valaki felnyomott. Úgyhogy ha valaki Google és Facebook expert, az nézze már meg, hogy mi lehet a baj. Drága hallgatók, segítsetek, mert ugyanis kinyírták az oldalamat. De maga az oldal megtalálható. Maga az oldal megtalálható, de úgy, hogyha te hallod a rádióban, hogy előjétek Bali Facebook oldalát tőletek, akkor nem tudod bejelölni, ha nincs linket hozzá. Csak ha kapsz egy linket, mert ha beütött egy Sebestyén Balázs Facebook a Google-ba, nincs, tehát törölte az oldalamat, nem adja ki a Google kereső, se az első oldalon, se a másodikon, sehol nincs. Szemetre. Tehát eltűnt az oldal. De van egy csomó hallgatónk, aki nyilván expert ebben, és majd elmondja, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy így ilyen féltékenységből az Unofficial feljelentett, hogy én Officialnek írtam magam, de akkor viszont a Facebook tiltana leért, nem a Google. Aha, igen, most a Google nem adja most ki az oldalamat, tehát ez egy ilyen nagyon fura helyzet. Figyeljetek, de majd felhívjuk Tibit is, aki expert, és akkor elmondja. Hagyj ragadjon meg már tényleg a lehetőséget. Azt se bánom, hogyha poszt lesz náluk ebből. De hagyj üzenjek már egy pisztenek az Unofficial oldalnak. Hogy, de nem most fél hétkor, majd később. Hát fél hétkor még alszanak még. Egy Unofficial az igen, igen, nyolckor, meg most, Unofficial ja, meg most kell. Korán van a csúnya szavak az Jó, majd üzenjük. Mert tényleg arról van szó, hogy ha valaki mondjuk esetleg már a saját oldalán keresztül rákeresett Balázs oldalára korábban, akkor nyilván, amikor elkezd beírni azt, hogy Sebestény Balázs, akkor rögtön feldobja. De hogyha valaki még nem volt fönt ezen az oldalon, és először szeretne oda menni, és lájkolni szeretné ezt az oldalt, annak nagyon-nagyon keresgélnie kell, hogy rátaláljon. Meg lehet azért találni, de nem olyan egyszerű. A Google tök egyszerű lenne egyébként, meg tök jó lenne, hogyha, és ez lenne szerintem a természetes, hogy amikor beírod azt a Google-ba, hogy Sebestyén Balázs Official, és ütsz egy Entert, már ott is vagy. Uh-huh. Meg Facebook, hát nyilván azt mondja. De nem vagyok, ott voltam. De nem. Ott voltam, és törölt a Google. De rágott valamiért. Beszóltál nekik? Nem, de valamiért berágtak igazából, és valami nem tetszik nekik. Meg hát ugye Lezi Balázs komolyan gondolta ezt, hogy nincs meg a 250 ezer, NOV 18-ig, ami a deadline, akkor viszont látásra Facebook, és most ugye 179.348-an vannak. Igen, de megállt a dolog, tehát azért, mert hogy mondom, a Google letiltott. Tehát azt tudod csak, hogy ha te promotálod az én oldalamat, hogy Kaza Tibi féltékenységből felnyomod. Lehet. Az még odébb a Tibi. Jöttél fel. Tibi azért nagy mágus, lehet azért az ő 700 ezeres a like száma, vagy a követői száma azért még egy picit odébb van, de... Hát a live chatben azonnal be minden idők legnézettebb hazai 22 ezeres videóját állítottuk be egyébként. Tehát persze. Nem csodálkoznék, ha bárki is féltékeny lenne. Igen, a Tibi nem akar szerintem nagyon feljelenteni. De hogy van, azért nem értek a Facebookhoz, hogy egyébként akkor nem a Facebook tilt le, ha valami olyat írsz be? Nem, tehát itt most valami a Google-nek nem tetszik. Ez egy csodálatos Facebook, ez nem tilt le senkit, semmikor, csak a ciciket. Tehát, hogy másra meg nem, ha jelentesz, ha mondjuk valakit te fölnyomsz egy idő után, de hogyha nagyon, ha kivizsgálják, akkor ne. Nagyon nehéz. Nem. Ezeket a kamu oldalakat annyiszor jelentettem már fel, és annyiszor hogy is mondjam, csak reklámoztam azt, hogy jelentsék fel, aha, hogy az már hihetetlen, és egyszerűen nem akarnak eltűnni. Aha. Tehát, hogy így nekem is van három ilyen gagyi oldalam, az egyiken például 10 000 ember van, azt se értem egyébként, és ráadásul vannak köztük ismerősök, vannak köztük olyanok, akik törzshallgatók, és nem is értem, hogy minek lájkolják, amikor számtalanszor elmondtuk már, hát most már ugye Balázs fenn van, én egyáltalán nem vagyok fenn, én állandóan feljelentem ezeket az oldalakat, én még írok is neki, hogy léci, legyetek már annyira korrektek, hogyha már nevembe létrehoztak egy oldalt, akkor írjátok, hogy vagy Unofficial, vagy rajongi oldal, vagy egyáltalán ne működtessétek ezt az oldalt, szüntessétek meg. Semmit nem tesz a Facebook. Aha. A Facebook az annyit tesz, hogyha mit tudom, hogy megcsináltuk ezt a kis videót a múltkor. A ciciket levesz, és akkor már 2 perc van, nincs fenn a videó. Figyelj csak, nem lehet az, hogy te saját magad nyomtad föl, hogy ne legyen meg a 250. Nem tudom, hogy hol kell. Én mit tudom, nem tudom, hogy hol kell. Ez az ezért megnyomtam minden gombot. Igen. Feljelentettem saját magam. Igen. Nehogy már meglegyen a 250. Te, figyelj, nem, hát lehet, hogy benne van. Simán. Egyébként érdekelne a magyarázat, de nem is azért, hogy meg lesz vagy nem, hanem hogy én tökre szeretek mindig tanulni valamit, hogy valaki, aki internet szakértő, az olyankor mondja el, hogy ez valószínű feljelentés, és akkor a Google valamiért elrak. De ha például a Facebooknak nem tetszik, hogy official vagy unofficial, vagy bármit írsz be, akkor miért a Google tért le? Tehát ha most beírod, hogy Sebestyén Balázs Facebook, aha, a Google-iba, igen, akkor
nem jelen, nem adja ki az oldalt. Tehát nem írja a hallgató, hogy nekem megvan, láttam a tegnapi posztot. Persze, mert te valószínű már egyébként lájkoltad az oldalt, azoknak küld értesítés, meg voltál fönn. Aki azt mondja, hogy ma például akarom lájkolni a Bali oldalt, mert Jani beszél róla, és beírat, hogy Sebestyén Balázs Facebook, nem adja ki az oldalt. Tehát effektíve azt mondta, hogy nem. Neki ez nincs, ez nem létezik. Unoficiál. Az unoficiál fölnyomja, azok nem mi vagyunk, ugye? Hogy elsőnek őket dobja föl. De azok nem mi vagyunk, igen. Tehát az nem mit csinálják, kb. 98 ezeren vagy 100 ezeren vannak, azt nem mit csináljuk. Már megtévesztő lehet, hogy ez soha nem jelzik, hogy a posztok honnan származnak. Látod, hogy nem találod? Tehát nem adja ki magát az oldalt. Rohadék. Add vissza Google Sebestyén Balázs, nem is, hogy a sorban sem. Tehát az összes Sebestyén Balázs kijön, és te sehol. Na ezt mondom. Azt írja Kata, hogy valószínűleg túl gyorsan szereztél rengeteg rajongót, ami mögött a Facebook csalás sejt. Nem a Google haragszik rád, hanem a Facebook gyanakszik rád. Ha bár egy normális, organikus terjedése, akkor visszaáll. Hát de na a de akkor Facebook oldal látható. Na de akkor Kata, tök jó, hogy segítesz, köszi, csak akkor azt ír már meg, létsz, hogy ilyenkor a Facebook fölhívja Google-t, és azt mondja, hogy Google, Mr. Google, vegyétek már le a keresőből Sebestyén Balázs Facebookon, lehet, hogy ne dobja föl, ha beírod a Google-ba, hogy Sebestyén Balázs Facebook. Érted? Én olyan hülye vagyok az internethez, én ezt egyáltalán nem értem. Na de mindegy, vannak nekünk jó hallgatóink, akik ebben úgyis szakértők, és majd megírják, hogy mi lehet. De Kata, köszi az infót. Fészen be lehet állítani, hogy Google-ba mutasson-e vagy sem, azt hiszem. Hát az azt hiszem, simán meg lehet találni Fészen, most lájkoltam. És akkor mit kell csinálni? Fel kell hívni a Google-t? Sebestyén Balázs Facebookon beírtam az első oldal, az official volt, amit kiadott. Írd meg, hogy milyen képet láttál rajta, és majd akkor elmondom, hogy valóban jó oldalt lájkoltál le. Illetve írd meg azt, 98-as végű SMS-ező, hogy hányan vagyunk azon az oldalon, mert tuti, hogy rossz oldalt lájkoltál. Tehát ez a megtaláltalak, lájkoltalak, ez is semmit nem jelent. Mert a Facebook elsőre nem adja ki. Nem. Vagy a Google. Ha official-t beírod, akkor is az unofficial jön ki előre. Igen. Hát hogy van ez? Akik egyébként már odaértek, hogy unofficial, de természetesen ugye az e-mail címükben a felhasználó névben továbbra is ott van az official, szó, azt nem javították ki. Ne aggódj, nekem első körben sem adtak ki. Csak a Google-ban van betiltva, a Facebook látható. Hát akkor le kell felállni a Google-ban. Minden egyes rajongónak, mindenkinek, mind a 179 ezer embernek. Mindenkinek, akik lájkoltak. Jó napot kívánok. Lehet, hogy Berecki Zoltán vagyok. Igen, én lájkoltam sem. Te értesz el, Zákos? Nem annyira, nem? Megmondom őszintén. Na, akkor mondd el a híreket. Valami hasznod vegyem. Hasznod az éve. Megkérdezzük majd a hallgatóktól egyébként, hogy írják meg. Írják meg nekünk, ha már kicsit később lesz. Vannak azért itt nagy internet szakik, akik azonnal vágják. Hívjátok fel a Hiledinát, vagy nem tudom ki van most ott a Google-ba. Csörögjünk rá, aztán meg. Tök jó. Hiledina, a Sláger Rádiós Hiledina? Igen. Szerintem még ő van. Tényleg? Csak mit csinál? Igazgatja. Most kávé. Google igazgató? Azt most nem tudom, hogy fél hétkor mit, de egyébként itt valami magyarországi részen egy nagyon magas pozícióban. Igen. Igen? Azt a minden, sasény. Na jó. Oké, eskü nekem ki, hogy a Sebestyén felhasznál adatlapjai, menjetek rá, ki az eredeti, de írd meg, hogy mit láttál, mert hogy ez valószínűleg nem az eredeti lesz. Na mindegy, ne fárasztunk ezzel senkit. Mondd el a híreket, hogy állunk játékkal? Olyan csütörtök péntek hangulatom van, közben ez egy-egy olyan fura, nem? Jó, maradj is ebben. Maradjak ebben? Maradj ebben. Jó vagyok most? Így jó vagy. Tegnap is jó voltam. Tegnap is pörögtem. Tegnap nektek kellett zárkozni. Hétkor, már héttől jöttem. Héttől jöttem, nagyon. Hát akkor volt ugye a terjesítsük az idősek kívánságát, és így ültetek, így néztetek rám. Aztán a végére elhittétek, hogy ez működhet, de az elején nem hittetek ebbe, hogy ez egy jó dolog is lehet. Én láttam rajtatok. És most reptetnünk kell, meg postázzenekar szervezni. Az, amit láttál, az a bolyocs hallgatás volt. Jó, hát partvonalról néztétek, hogy lesz-e valami a témából. Ha lesz, beugrotok, ha nem, akkor viszont nem is játszottatok, tehát nem fognak megdobálni a szurkolók. Ezt ügyesen csináltátok meg. Már percet az hallgatás, ezt a megszólást egyszer-kétszer megszólaltam. Jó, hát ott voltatok, de ügyesen néztétek. Na, Bali, ezt jó megcsináltad magadnak. A Kepesnél tényleg hallgattunk, hát tudjuk, hogy a kultúra te asztalod, érted? A nem a kultúra. Bele kontárkodni. A nagy interjú. Érted? A nagy interjú, és akkor érted. Nagy interjúban ott. Becsörtetni, mint egy ilyen mocskos, csúvás, vatkan kondaért. Széttúrni azt a gyönyörű beszélgetést. Homokváratot építettél. A Google-ban a Sebestyén Balázs official negyedik találat. Jó, akkor írd meg, légy, hogy mit látsz az, hogy mi a fotó, jó? Mert nem az lesz. Tehát az van Sebestyén Balázs official, de ez nem én vagyok. Na jó, menjünk el hírezni a fenébe. Tagadnám, de messziről megláttam, ahogy csápolsz megpárt. Ez itt a Morning Show.
a Klassz FM-en. Jó volt, már sokszor hallottuk. 9 perc múlva pontosan. 9 perc múlva pontosan. Így van, 9 perc múlva pontosan. 7 óra álló mindenkinek. Jó reggel. Itt vagyunk János Somorjánál, fehér kisbuszban trafi van. Aztán azt nézem, hogy... Nagyon helyesek vagytok, nagyon sokan elküldtétek a különböző megoldásokat a problémára. Köszönjük szépen, mindéket megnézzük. Nagyon jó látni, amikor egy ilyen banális problémát az ember elmond, és 600 féle megoldást küldenek. Nem banális, egyáltalán nem. Igazából az én kezem van, mert elrejtettem az oldalt, hogy ne legyen meg a 250 ezer, de... Megint csak ürügyet akartunk találni, hogy beszéljünk az oldalról, hogy meglegyen minél előbb a 250 ezer. Hajrá! Úgy kell egyébként mondani, ha akarjátok, csak segítek, hogy azt mondjátok, hogy éppen mennyien vagyunk, mert aki még nem lájkolta, akkor azt az oldalt lájkolja. 179.540. Nem az unofficial, mert akkor ugye annak is megy föl a száma, mert félre lájkolnak. Trafi van az Andrássy úton, a Hősök tere után az Oktogon felé. Nekünk pedig már itt is van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Hello! Zoli vagyok. Zolika, honnan hívtál minket? Budakalászról. Budakalászról hívtál minket. És most hol vagy? Budakalászon. Igen? És tegnap este hol voltál? Tegnap este? Tegnap is Budakalászon. Nagyon jó. Hát akkor nem vagy egy nagy helyváltoztatós. Röghöz kötött srác. Egy igazi budakalászi. Jó kis Budakalász. Oké. Okay. Kivel játszanál? Veled, Balázs. Hopszi. Hoppá, hoppá. Hopszi, hopszi. Ez már hoppá, a harmadik a héten. Úgy látszik, ez egy nagy harc önmagammal, de egyelőre döntetlen rálok. Egy-egy, így van. Egy-egy rálok. Most eldöntheted, hogy ki a jobb, te vagy te. melyik énem a jobb? Menjünk? Menjünk. Jani? Menjetek. 3-2-1, fire! Na, itt vagyok. Na! Tegnap néztél be a meccset? Volt, ne csináld. Volt. Tényleg? Mikor? Este 8:45. Jó volt? Jó volt, játszott a Nikolic. Hol játszik? Jól, Lengyelországban. De ki volt a két csapat, aki játszott? Real Madrid, Legia Varsova. És nyert a Real? Nyert. 5-1-re, azt hiszem. Jézus már. De te de Real Drucker vagy egyébként? Szeretem. Most szereted, vagy Drucker vagy? Hát szeretem, hát Drucker. Szeretem. Csak a Real, vagy van más spanyol csapat is? Miért, te szereted? A Reált? Megnézem. A Reált. Teniszt jobban kedvelem. Melyiket? Teniszt. Milyen sportot nézel mi? Inkább foci. Mi az, hogy inkább foci? Mondom, hát milyen foci. Sportot nézel mi? Inkább foci, mint a tenisz. Na jó, elmegyek, felkötöm magam. Hagyd a húszom. Szörnyű volt. Golhalomban. Tegnap volt tenisz? Nem, hagyjuk, már vége van. Beszéljetsz rendesen. Úristen, mint két ember, aki nagyon elbeszél egymás mellett. Halló, tenisz, foci, halló, foci, itt vagy. Itt vagyok, hallod? Mondjuk, hogy jól tolja, mindig tolja, nagyon jó. Halló. Zolikám, megvan az ajándékcsomag. Ne őrítsétek meg. Mielőtt nagyon sokan költenétek el nagyon drága 20 forintokat arra, hogy én mit mondtam kéne, egy ne szócskát mondtam az elején egyébként, tehát hogy ne írjátok meg, hogy Baliki mondta nemet, azt mondtam, hogy ne csináld. De egyébként mindegy, mert megvan az ajándékcsomag. Úristen. Vagyis, hát ez haláli. Vagyis vesztés állok önmagammal. 2-1-re legyőztem önmagamat egyelőre. Elpáholtad. Zolikám, hát nem leszel a kedvenc játékosom, de nem azért megkikaptam, hanem mert nehéz volt vele. Kényelmetlen a játék stílusod, azt kell, hogy mondjam. Igen. Na jó. Köszönöm. Jó, nyugodj meg azért. Én nyugodt vagyok most már. Igen. Izgultál, Zoli? Izgultál? Fú, borzasztóan. Csak az ajándékcsomag érdekelt, semmi más. Hát akkor, na, ez, jó, akkor ez megvan. Egész kalász büszke rád. Köszönöm. Vigyázz magadra, ciao. Sziasztok, köszönöm. Hello. Ó, Istenem. Na most már ezt a hetet vidd végig. Na most már végig kell vinnem. 2-1, még két játék. Az előnyünk beoszhatatlan. Az igen, de ahogy ismerlek, úgyis az utolsó napon fölteszed, hogy ki a király. Igen, tegyük föl a 7 év királyáért és a 8 év királyságáért játsszuk le az utolsó hetet. 5 perc, ha pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. És most, Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, egy jó kis Queen után. Hát, tartsunk a Queen napot? Lehet, lenne baj. Imádom. De jó lenne ilyen tematikus napokat csinálni, nem? Hogy tartunk egy Queen napot, és akkor a Queen dalok szólnak nálunk. De aki nem szereti szegényt, azt meg kinyírjuk azzal, nem? Mert a Queen rajongók nyilván örülnek, bár szerintem kevesen vannak, akik mondjuk hát, ilyen alapon, hát most vannak rádió Michael Jackson hétvége van, Prince hétvége van, hát az egész hétvégén igazából. Itt van, most akkor Queen hétköznap lenne. Most akkor Queen hétköznap van, persze. Hát aki nem szereti, az olyan sok zene nincs reggel nálunk, tehát annak se kell nagyon megérni, óránként egy maximum két zene van, tehát ezért ez nagyon nagy, azért ez nagyon nagy muzsika, óriás. Félelmetes, vannak megunhatatlan zenék, és olyan zenék, meg olyan zenészek, amik előtt az ember egész életébe tér rá, hogy bármikor hallja őket, nekem például Freddie Mercury ilyen. Tehát ez egy csodálatos énekes volt. Egyszerűen elképesztő. És milyen jó, hogy hoztam be tőlük néhány számot. Az se lenne benne. Akkor meg tudjuk csinálni a Queen napot? Hoztam be egy párat. Tehát vannak bent. Azt mondja, hogy Veszprémben akkor a ködben, hogy a kutya hátrafelé ugat az udvarban. Köszönjük szépen. Uh-huh. Király vagy, bocsi, utoljára ezt a bumerángban hallottam. Üdv, Feci. Jó vagy. Azt mondja, hogy... 7 éve várom az ajándékcsomagot, és hiába, ja, nem is játszottam még veletek. Na mindegy. Baleset Csepelem. A szabad kikötőnél a város felé egy sáv járható, alakul a dugó, Grema küldte, most állítják a háromlábút a Podmanicki út Dózsa felüli végén, ezt Árpika üzente nekünk, köszönjük szépen. Aztán azért nem tudom, Feri, hogy nézed a Konyhafőnök című műsor, de a heti versenyzők között van egy kísértetése hasonló stílusjegyeket viselő srác, R. László, roko lehetne. Hát, na, de nézd rá, nem láttam jó, és nem nézem. Te se nézted, nem nézted? Nem láttam. Nem nagyon tévézünk, mi az az igazság, hogy nem megy a tévé, ahol gyerek van. Nem is azért, hogy a gyerek ne lásson káros tartalmat, hanem fürdesz, csinálod, kirándulsz, biciklizes, sportot. Nálunk egyáltalán nem. És akkor pont mondjuk letetted 9 óra, kicsit nyilván belenézel a világ történéseibe, kicsit azt egyszer csak... Tegnap úgy aludtam el a Beni mellett, hogy kérdés nem volt egyébként, hogy van-e esélyem bármiről belenézni. Neki lett volna még, de... Neki lett volna még, de mondtam, hogy ezt akkor tártogassa már, mert ez sansztalan, hogy... Sansztalan, hogy megszólalják. Azt mondja, hogy a Trafi Tapolcán a Gyulakeszi úton, Csabi küldte nekünk... azt mondja, hogy... A föld köpenyében lakó gyík emberek nem szeretnék, hogy túl nagy teret kapjanak a világ megváltott tanait. Kazi küldte nekünk, ja igen, ez még a Facebookra jött. Trafi az Andrássy úton a Hősök tere után az Oktogon felé, ez Steve írta nekünk, János Somorjánál fehér kis buszban pedig Trafi van, köszönjük szépen az SMS-t. Nagyon sokan szerettétek ezt a Queen zenét, hát tartsunk akkor egy ilyen tematikus Queen napot. Legyen! Legyen? Jó. A One Vision-t kérem következőre, pont látom, irgalmatlanul szeretem. Jó. Így kezdődik. Igen. Mutasd meg, hogy kezdődik. Hát csak az a gitárhang. Ja, azt pont annyira nem kedvem. Akkor ne az legyen. De ne, mutasd meg, hát a kérted, nézzük meg, így kezdődik. Jó, egyébként jó kis dal. Van benne lendület. 200 éves leégett malomnak a mestergerendájából csinálta Brian May a saját hangszerét. Komolyan! Kolumbusz Krisztóf vitte a Szentföldre azt az árbóc rudat. A Santa Maria tarcsvitorlájának az árbóc rudjából készítettem. Olvassatok utána, saját kezüleg egyedül a pick-upokat vette a csávó, még a potenciométer is saját készítésű gitár az a valóság, az összes többen meg. Nem, tényleg. Dózsa György láng tűztronjának a maradékát örökölte meg. És Dobó István 1552-ben a nagy egri viadal győzelmire állított. Annak a deresnek a darabjaiból készítette, amire William Wallace-t annak idején felfeszítették. És William Wallace fogaiból volt a berakása nyakon. Így van, mindenki azt hitte, hogy gyöngyház, de nem. De nem, William Wallace volt maga. Na jó, akkor pinnapot tartunk. Akkor azt megbeszéltük. Az utolsó viking hajó borláz. Időmi körforgalom előtt a 10-es beállt Móni, köszi, hogy elküldted, és Csepele már rendben van, minden csak a szokásos dugó. De ne alattunk tedd be, Zsül, hanem majd utána. Szóval alattunk is, igen. Emlékeztek rá, hogy mi volt az első Queen szám, amit hallottatok? Hogy az Istenben emlékeznék erre, hogy mi volt az első Queen? Én emlékszem. Én nem. Az első Queen megszólalt a rádióban, és azt mondtad, hogy... Igen. Az egyik haveromnál, egy nagyon kedves barátomnál, volt osztálytársamnál hallottam, a Body Language volt az első, ami nem is egy néptipikus Queen, vagy nem is annyira rockos Queen, sajnos. Egy jó, aki ne! Queen, ne!
De! Na jó, vegyük ki zsűrbe, megörülök ettől közt. De van így beszéd közben, azért ez egy ordít a Freddy, azért az így kemény. Hallottátok a vadonatúj debreceni találmányt? Olyan jó, hogy ilyenek vannak az országban, és mindig arról szoktunk beszélni, hogy mi nincs, meg mi rossz, meg mi romlott el, meg mi nem működik. De hogy azért adjunk egy kis pozitív löketet ennek a reggelnek. Okos zebra van Debrecenben. És már most arra kérjük hallgatóinkat, hogyha valaki tudja, hogy hol van ez az okos zebra, akkor menjen már oda, vagy ha ott van közel, akkor hívjon már föl bennünket, miközben használja ezt az okos zebrát. Ugyanis képzeljétek el, első intelligens zebráját adták át Magyarországnak, és az ötlet az annyira jó, hogy nem is tudom, hogy miért nem én találtam ki. Tehát irigy vagyok arra, hogy ez nem nekem jutott eszembe. Ugyanis követke... állatkertben van? Nem. A zsiráf mellett. Az okos zebra. Van egy okos tevéjük, egy okos zebrájuk, és egy eredetesen okos tasmánördögük. A tasmánördögük kártyatrükköket mutogat be, az okos zebra pedig fejben számol. Nem ez van, hanem a másik zebrára gondolok, ami azt csinálja, és tényleg debreceniek, nagyon számítunk rátok, hogy oda mentek, és ezt felveszitek nekünk videón, vagy leközvetítitek, hogy mi történik, hogyha érzékeli azt, hogyha egy járókelő rálép a zebrára, uh-huh. és abban a pillanatban, hogy a járókelő rajta áthalad, lett sorral jelez a zebra. Hova jelez? Felvillan két oldalt egy lett sor, amit ugye ködben rosszlátási viszonyok között te lát. Hát apám, ez Amerika. De nem, ez nekem annyira tetszik, és olyan jó, hogy ez megtörtént, és ez nálunk történik. De én ilyen futófények oda-vissza, és akkor... Igen, és azt mondja, hogy Michael, hol vagy Michael? Jönök Michael. Nem, az a Mission Impossible. Michael, jövök már. Nem, csak egyszerűen fölvillan egy lecsor, és ha rossz látási viszonyok között mész át a zebrán, akkor se ütnek el, mert hogy az autós látja a ledsort felvillanni. Hát ez egész egyszerűen szenzációs. Ha mi kéne lopják a ledeket. Csak egy eszembe egy a Széltámán tére felújítása. Ne legyél már mindig ennyire hát kommunista. Nem kommunista. Kommunista. Ennyire magyar és realista és racionális gondolkodás. Egy ilyen gyönyörű pillanatot jó. Ne tegyünk tönkre azzal, hogy na mert most aztán majd ezt is ellopják meg, nem tudom. Adjunk neki esélyt, hogy legalább működni fog, és még holnap is működni fog, és nem jön mindig kamaz, és kitöri a ledfényeket. Nem, ott fognak állni egy svejci bicskával, és pattingatják ki a ledeket. Az abban, megmondom neked, hogy miért nem jó. Na. Aminek te így tudsz örülni. Most ennek én annyira örültem, ez engem most feldobott, hogy van egy okos zebránk. Igen, az a baj, hogy addig villog, vagy addig nem is villog, amíg nem lépsz rá. Mert ismerve a magyar közlekedési viszonyokat, nálunk már csak akkor engednek el a zebrán, ha ráugrasz. Ugye? Tehát állsz előtte a zebra előtt, akkor nem áll meg senki. Igen, csak most mi a megfejtés, hogy? Ha addig nem villog, amíg csak ott állsz előtte, tehát azt hát már ahogy rálépsz, nyilván akkor villam föl. Akkor leteszed rá, jaj, leért, akkor jó van, most már átmehetek. Mert egyébként meg nem villog, tehát nem fogod látni, senki nem fog megállni, ott fognak állni szegény debreceniek. Na, én ezt most esküszöm, hogy nem értem, hogy mit hogy mondasz. Amíg nem lépsz rá, addig viszont nem villog, érted? Most mert mi van? Átvetted te is ezt az öreg komcsi vonalat, hogy kössünk bele abba, hogy van egy villogó zebra? Én nem ezt mondtam. Hogy miért nem akkor villog, amikor már érzékeli, hogy alulhoz, érted? Hogy ez rossz, hanem azt, hogy meddig fog működni, mert szkeptikus vagyok. Ha rálépsz, villog. Aha. Ebben inkább az a veszélyes, hogyha te autósként megszokod, hogy az mindig villog, és holnap széthúzzák a konnektort, ellopják a hosszabbítót, és nem villog, de közben ott lesz rajta hogy a gyalogos. Hogy lesz ennyire szkeptikus lipsi köcsög? Sokkal jobb negatívnak lenni. Rájöttem, igazatok van, sokkal jobb negatívnak lenni. Ez a pozitív, ez nekem nem áll jól. Egyébként is tök unalmas, hogy valamelyek örülök. Sokkal jobb inkább mapecsózni és öregedni, és azt mondani, hogy vigyázzatok azzal az ebrával, biztos szar! Az egyik koncs, a másik lipsa, a harmadik, meg az egészből nem ért semmi. Na, hát ha van egy ha hasonló zebránk valahol, amit a hallgatóink le tudnak tesztelni, le tudják nekünk fotózni, fel tudják menni videóra, azt írja egy hallgató, hogy van hasonló gönyűn, a főúton is van hasonló, érted? Szereted ezt a szót? Nem, hát csak megjött, hogy nincs Budapesten, de van gönyűn. Igen, van hát ez gyönyörű. Van a 17. kerületben is az új laki súli előtt, jó? Okos zebra, oké. Tényleg. Ezt is megírták. És akkor honnan érzik el, hogy én gyalogos vagyok, és nem autó? Tehát hogy nem villan föl, amikor átmegy rajta az autó? Mert ugye nyilván a súlynek a terhelésénél villan. Az érzékelő nem merőleges, hanem vele párhuzamosan van beépítve.
merőleges párhuzamos. Ezeknek utána kell nézni. Érdekes szavak ezek. Mindig tanulok valamit, ma is érdemes fordulni. Ja, értem, tehát, hogy nem, akkor... Nem az autóforgalom irányából vannak a célzékelők, hanem a gyalogos forgalom irányából beépítve az aszfaltba. Hát ez, gyerekek, ez egy szenzációs ötlet. Ez egy szenzációs ötlet. Úgy érzed? Tényleg, ez nekem nagyon tetszik. Az István úton is van egy ilyen átkelő, folyamatosan villog. Legalábbis autósként én így láttam. Hogy így folyamatosan villog? Hát megy állandóan. Olyan a zebra, ilyen futófénye van a zebrámán. Olyan van, így folyamatosan villog, ahogy mész a főúton, és akkor jelzi, hogy ott zebra. Hát nem, ez nem kell állni. Ez olyan rossz. Hát tök jó. Igen. De a futófény mondjuk menőbb egy kicsit most irigykedem a debreceniekre. És ha én autósként megszokom, hogy ez mindig villan, ha van rajta gyalogos, és majd elromlik, és nem villan, akkor mi van? Tehát ez olyan, mint amikor a MÁV lenyilatkozta, hogy a fehér fény egyébként nem jelzi, hogy nem jön a vonat. Emlékeztek? Igen, így. Hogy annak semmi köze ahhoz, hogy mert neked körül kell nézni. Az azt jelenti, hogy működik a sorompó. De van, amikor nincs sorompó. Igen. Már hogy működik ugye a maga a villogó szerkezet. A fehér fény az azt jelenti, hogy üzemkész. Működik. A cucc. Az nem azt jelenti, hogy te nyugodtan átmehetsz. Csak az, hogy működik. Ha piros, akkor már sejtheted, hogy talán jön. De ha fehér, akkor nem, is jön. A piros is azt jelenti, csak hogy kockázat. Ahogy jobban működik. Na, de ha a fehér fény villog, és közben azt jelenti, hogy működik, nem az, hogy nem jön a vonat, akkor lehet, hogy úgy jön a vonat, hogy fehér fény villog, tehát nem jó az érzékelő. Igen. És mégis villog a fehér fény. Igen, de mával óvatosan, nehogy megint beszélgessünk. Így van, hogy legyünk oltva. Jaj, nem, egy szóvő az, hogy megint jön, aztán megint rendbe tesz minket. Beterál minket. Felháborodott a helyre tesz majd, miközben egy utasnak ellopták a csomagját, de még nekik át följebb. Imádom a mávot egyébként. Velük mindig nagyon szórakoztató beszélni. Nem? De. Mennyire belefért volna egy igen, természetesen megpróbálunk változtatni a jogszabályon, és egyébként az ellenőrt felruházunk egy olyan lehetőséggel, hogy és ebben az esetben kibővítjük a hatáskörét, és egyébként is természetesen az utasnak igaza van, és megpróbálunk mindent megtenni. Ehelyre most le lettünk teremtve, és az utas is, és mindenki hülye. Jó, most ne, de figyelj, ne vedd már előket, légy szíves, nem látsod őket, maradjunk az ebránál. Jön az ősz, és csomó falevél rá fog hullani megint a sínekre. Az is igaz, jön az ősz, jön a tél, igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Debreceni vagy? Könnyűi vagy? Igen, Debreceni vagyok. És? És ráadásul a kislányom oda jár iskolába, ahol ez a zebra megtalálható. De ez tényleg villog? Hát ezt én imádom. Igen. Azt kell tudni az egészről, ez Debrecenben, hogy az István úton van ez a zebra. Olyan helyen, tényleg nagyon jó helyet találtak meg kivételesen, mert több iskola, általános iskola, óvoda, a középiskola van a lakótelepen, és nagyon forgalmas a zebra, és sajnos már ugye baleset is volt ott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a zebrát, ahogyan vannak a fehér csíkok az úttesten, azoknak a végeiben mind a két oldalról be van építve a padlóba egy ilyen lesor, ami mégis úgy néz ki, mint amik vannak az utakon ezek a fényvisszaverő kis macskaszemek beépítve, ugye több helyen az országba. És mind a két oldalt, ahogy érkezünk a zebrához, ilyen egy-másfél méterre ilyen fototella kapu van lerakva, és ahogy azon áthaladunk, elkezd villogni. A hatát nem kell rá lelépni is. Nem. Már ahogy közeledünk hozzá a villog. Ezzel csak egyetlen egy kis szépségkilo van, hogy ugye annyira újdonság, hogy az autóvető figyelmét elvonja maga a LED agyadókat. Hát csinál, hello! Nézd már, villog! Basta, hogy villog! Úristen! Igen, megmondom őszintén, nekem is, én sem figyeltem, én is azért erősebb értékeztem, mert hogy te jó villog, ja és egy gyalogos. Szóval végülis nem rossz a kezdeményezés, biztos hasznos. Már most legalábbis, ugye ha más nem, akkor már erre azért odafigyelnek az autósok. De hát ugye az a probléma, hogy azokat az embereket, akiket eddig nem hatottam meg az ebből, ezután sem biztos, hogy meg fogja hatni. Hát persze, nyilván most, aki nem akar, az nem lassít, csak azért ez egy tök jó dolog, tehát erről érdemes. Igen. Bár én hozzátenném, hogy most Debrecenben még másik két helyen csináltak egy másik fajtát is, addig az zebránál, az is ilyen érzékelős, az viszont egy ilyen oszlopon két szálval ezt kezd el villogni. Igen. De viszont az is érzékelő. De azt jó. Írják, hogy Gönnyön is ilyen van. Igen. Ugye ez is egy új fejlesztés, hát most itt tesztelgetnek.
Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, ez tök jó. Hát szerintem ezek jó dolgok. Hát erről érdemes beszélni. Hát ez mind azt szolgálja, hogy biztonságosabban közlekedjenek a gyerekeink. Ez tök jó, szerintem. Laci. Igen, bőcsülönnek. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én köszönöm, sziasztok. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy kicsi országunk tele van mindenféle olyan új dologgal, amit nem is tudunk. Hogy írjátok már meg nekünk tényleg, hogy a ti lakókörnyezetetekben, a kis városkátokban, falvatokban mi olyan új dolog van, ami egy okos játszótér, egy okos mászóka, tényleg egy okos zebra, bármi, ami igazából tényleg ti nagyon szerettek, de hogy valahogy nem lett híre, és mégis baromira működik, jó, és nincs nagyon máshol. Mondom. Ez egy érdekesség, egy büszkeség, bármi, amire ti ott lokálpatriótaként büszkék vagytok. Jó a dolog, működik, és nem nagyon láttátok máshol. Mondom nektek a sukorói zsenit, ugye ez mellettünk lévő egy falu. Már jó kezdődik, a sukorói zseni, már jó. Figyelj, megküldöd a kocsit a sukoró bevezető táblán, tehát 50-nél többet mész körülbelül 300 métert, és piros a lámpa. És ki van írva, hogy ön túl gyorsan hajtott be a faluba, ezért bünti, piros lámpa, várja meg. Két esetben van piros lámpa, sukor, egy darab lámpa van egész sukoró kellős közepén, ez ugye egy főút, ami keresztül megy a falun, egy darab piros lámpa van, ez egy zebra. Nincs ott senki, tehát két esetben kaphatsz pirosat, ha jön a gyalogos és jelez, hogy át akar menni, vagy túl gyorsan jöttél be a faluba, akkor 30 másodperc büntiben vagy. És berak egy ilyen penáltira, hogy akkor egy 30 másodpercet pihenjél. Tényleg, mert gyorsan mentél. Ön vagy túl gyorsan jött, vagy gyalogos akar átkelni piros. És ez milyen okos egyébként, mert rájössz, ha többször mész ott, ha egyszer mész, egyszer megszívod, nem törődsz vele, de ha többször mész ott, rájössz, hogy azon a falun keresztül nincs értelme rohanni, mert úgyis megfog a lámpa. Tehát akik ott laknak, végig mindig lassan fognak menni. Így van, 50-nel be a faluba, és tartod is, mert egyébként ilyenkor kapsz egy olyan pirosat. Féltékeny vagyok. Hogy miért nem te? Hogy ezt miért nem én találtam ki, mennyire egyszerű ötlet, és mennyire jó. Gyorsan mész? Álljál fél percet a piros lámpánál. Nem? Ez tök jó. Hát ez tök jó. Tehát, és valóban tényleg, akik ott laknak, már nem fognak gyorsan, mert azt mondják, Józsi, nem olyan, úgyis megfog a lámpa, sietsz. És lassan mennek. Ez menő. Ez jó. Ez jó. Tudok olyan települést, ahol van olyan érzékelő, hogy ha nem megfelelő helyre fizeted be a taót, egy évig nem indulhatsz közbeszerzésen. Na, megint ez. Ja, na, megint itt vagyunk. Ezek jók egyébként, okosak. Okosak, igen. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, ami Feri is mond, hogy ahol ti laktok, tényleg van-e valami olyan, ami egyénivé teszi a ti kis falvatokat, városotokat, lakókörnyezeteteket, és mi nem tudunk róla, de van egy olyan okosan jól működő ötlet, épület, építmény, bármi tényleg, közterület, ahol valami olyan, valami máshol nincs. Egyrészt hagyd lopjuk el ezeket az ötleteket, kettő, hagyd legyünk büszkék arra a kis falura településre, hogy miket találtok ki. Hogy nézzük valaminek a jó oldalát, nem mindig csak keseregjünk, hogy mennyi minden nem működik ebben az országban, nem? Pozitívnak. Igen. Legyen ez ma egy ilyen pozitívnak, hogy megírhatják nekünk a hallgatók. Nem, mit van, nálam van egy okos mászóka, és a fejen leesett gyerekeket megszámolja. Igen, és oda mész, és látod, hogy ma már 20 gyerek leesett, akkor leveszed a gyerekedet a mászókáról, mert ez egy veszélyes mászóka, meg egyébként is a felét ellopták, és közpénzbe épült, de nem tették bele a mókuskereket, rohadjak. Vagy van egy okos körzeti megbízott. Igen. Tehát így kezdjétek az SMS-t, hogy a mi büszkeségünk, és akkor írjátok meg. De most ne az legyen, aki nem tudom, az Éva Bermudot issza, nem tudom, milyen bár előtt reggel 6 óra körül, és ott áll, tehát hogy nem ilyen büszkeségre gondolunk, hanem valódi büszkeségre. Szőtligeten is van piros lámpás sebességmérő, amit az óriás mond. Na, erre gondolok, igen, ilyeneket írjatok. Hogy egy kicsit... néni a biotrafi. Egy kicsit hadd irigykedjünk rátok, és hadd vegyenek át falvak, városok, igen, egymástól úgy ötleteket, hogy de jó, hallottad, hogy mi van Veszprémben, hallottad, hogy mi van, nem tudom, vértesszőlősön, vagy hallottad, hogy mi van, nem tudom, Fertődön, csináljuk már meg mi is. És akkor hát, ha megcsinálják. Igen. Jó lehet. Nem, most elgondolkodtam rajta, hogy vajon mi lehet azokkal a kapukkal, amiket teszteltek itt a Ferenc körúton egy pár hónapon keresztül, vagy vajon most már berosdásodtak valami raktárba? Vagy? A metró kapukra gondolsz? Persze. Hát lát, az nem jött be, eltatték. Mi nem jött be? Már megint kommunista vagy? Nem tudom, nem működött. Nem, még mindig. Hát,
Mondom, pozitív dolgokat, amik működnek és jók. Hát most nem érdekel egy 6 milliárdért megvásárolt beengedő kapu, amit egyébként a felét lenyúlták, ezt berakták valami ószereshez, és azóta eladták nehézfémnek. Hát pozitív dolgokat várok. Árja, erre most jössz a beengedő kapuval. Nem is jövök itt a megkésődött konfliktumában. Jössz itt megint ezzel a mapetes dumával, érted, a beengedő kapu. Hát mondom, hogy úgy kezdik az SMS-t, hogy a mi büszkeségünk. A mi büszkeségünk a beengedő kapu. Lehetne, de nem az. Hát hol a mi büszkeségünk, a nem működő, nagyon sok pénzbe kerülő tesztkapu, amit teszteltek egy ideig, majd aztán rájöttél, hogy sose lesz a metró beengedőre. Hát vagy most vagy jelenleg a kiértékelés. Na, írjatok nekünk, drága hallgatók, jó? Legyetek büszkék egy kicsit arra, ahol laktok, és írjátok meg, hogy miért vagytok azok, mi pedig jövünk az SMS-ekkel Ákos híreim után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk 43 perccel. Viki, nem tudom, mit hoztál be Balázsnak, abból kérek én is minden reggel, vagy jó? Vagy ki az övét. Vagy pedig minden reggel hozzál be neki, jó? Légy szíves. Elmondom, mi a helyzet, Na, mi a helyzet, mondd el. Itt ülök. Két megfáradt, megkeseredett. Próbálok beszélgetni, gondoltam, kicsit szeretgetjük egymást, kicsit a zene alatt beszélgetünk, az egyik a monitorját nézi, a másik a telefonját nézi, de a harmadik fáradt. Gondoltam, kicsit beszélgessünk, most... vitassuk meg az élet nagy dolgait is, ilyen fáradt, üveges tekintetű, Muppet Show-szerű öregekkel ülök, tehát gondoltam, kicsit megbabusgatjuk egymást, kicsit beszélgetünk, kicsit kivel, mi van, megnézzük, és semmi, csak ilyen maga az elmúlás. Az. Csak 7 maga év, az elmúlás. Azért, mert 7 éve nem volt ilyen. Gondoltam, most kicsit, hogy megszeretgetjük egymást. Legutóbb, amikor megpróbáltam Balázsral beszélgetni, csak úgy, mert nem volt adás, hanem gondoltam, hogy csak egy adáson kívül egy picit így közel férközök hozzá, vagy megpróbálom így kipuhatolni, hogy milyen gondolatai vannak így úgy egy műsoron kívül. Adás után, igen. Tehát, hogy amiből ugye a hallgatók nem hallanak semmit, de azért szerintem egyébként így fontos mérföldkövei a közös munkának. Következő volt a válasz. Milyen magányos vagy? Beszélgetsz, mondom, meg kommentom. Beszélgetsz veled, aki akar. Jó, de hát nekem az a dolgom, hogy adásba ferezzek veled, utána már ne beszélgessünk. Vége az adásnak, haza tudok menni, érted? Hát ne adásba beszélgessetek velem, meg adáson, a szünetekbe, érted, legyen egy kis pesgés, hát itt érted? Hát most tudom, hogy már vigyázni kell, hirtelen púzus szememelkedés van, ha fölálltok. A szünetekbe így hátra nőtött fejjel, lopott 5 perceket, alussz a végig. Anna tudna még erről mesélni, amikor kint fekszel a kanapén, oda megy hozzád, és azt mondja, hogy Balázs, most zsibbazd Janékat. És ez a válasz. Igen, de hát jó, hát persze, de hát fölösleges dolgokról nem beszélgetek. Hát ez egy másik dolog. Na mindegy, hecsúrási headlog. Hecsúrási headlog, írja valaki, óriási. Na nézzük a büszkeségeket, mert nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, hogy mit írnak hallgatóink. Nagy többségük nem vette komolyan ezt a témát, amit picit sajnálom. De nagyon jó büszkeségeket küldtek egyébként, reflektálva arra, hogy milyen is ez az ország. Ugye arról beszélgettünk, hogy írjátok meg, hogy nálatok a ti településeteken, falvatokban milyen olyan büszkeség van, mint például ez a villogó fotocellás zebra, ami nagyon jó. Azt mondja, hogy Szegeden a háromsávos körforgalma LED lámpák vannak felszerelve, és arra világít, amerre lehet menni, ez tök jó. A mi büszkeségünk karcak templom tető vércsehang, hogy ne szarják le a galambok. Vércsehangot ad a templom. Vércsehangot ad a templom. De figyelj, milyen pozitív események jönnek. Miskolcnak van egy darab kicsit értelmesebb rendőre, büszkék vagyunk rá. A mi büszkeségünk a faluban az okos postás, a bajszos Bözsi. Ő mindig tudja, kinek a felesége és férje, ki mikor kivel hemperget. Nálunk Kecskeméten okos benzinkutolajok vannak, mert a benzin etanollal higítják. A megengedett 10% keret 50%-kal hozzáteszem, ez nem a legjobb az autóknak és a motornak, sajnos ilyen a mi kis országunk. A mi büszkeségünk a falunkban a batyusölik a néni. Hát akar kelni az úton, egyszerűen nyakába emeli a szoknyáját, nem megállsz, megfordulsz. Vagy tolni kezdesz. Igen. Arló büszkesége egy intelligens üdvözlőrendszer. Egy bácsi kint ül a háza előtt, egy műanyag sziken a falu elején, és integet minden arra járó utasnak. A legaranyosabb. Nagyon jó. A mi büszkeségünk Jászberény előtti valamelyik kis faluban életnagyságú papír rendőrautó van a falu tábla után. Mindig azt hiszük, mérnek, ritkán járunk arra. Beatrix küldte nekünk.
A mi büszkeségünk az érdi duplasávos körforgalom, 2 éve képtelen jól használni, aki először látja. Csepelen van egy okos szomszédom, megütném, ő a mi büszkeségünk, ennyi érte nekünk, Szaty. A mi büszkeségünk, nálunk a 9. kerületben okos eladó van, ha közelítek a bolthoz, készül a kávé. Ugye? Tehát milyen pozitív esemesek. Nálunk villog a zebra, és egyéb okos dolog nincs, de van egy polgármester, aki okosba sok mindent megold, pénzes befektető. A mezőfalván a sebességjelző tábla, ami minden javítás után körülbelül 1 napot sem működik. És a büszkeség még a lány, akiben szerelmes vagy. Írjen nekünk egy hallgató. A kiskunhalasi új szökőkút, ami büszkeségünk, oda járnak nyáron fürdeni, gyönyörük. Abból 82 küldte nekünk. Karcagon van okos aszfalt, ha gyorsan mész, szétveri a futóművet. Teljesen pozitív a ma reggel. A szomszéd településen valami büszkeségünk, egy zebra az éles kanyar közepén, a gyalogos kimegy középig, és csak ott látja, hogy jön-e autó. Gyönyörű. Ásványdáró büszkesége a polgármester asszony, nagyon-nagyon csinos milf. Keresen. Szolnokon beszélő buszmegállók vannak, az milyen? Na végre valami igazi büszkeség. Nem tudom, mit mond. Késik a busz. Tarts ki. Ne fagyj meg. Megöllek! Igen. Nálunk okos rendőr van, ha odaérsz a zebrához, veled együtt lép le. A mi büszkeségünk, a falu elején és végén van egy trafidoboz, méri a kettő közötti áthaladással eltöltött időt, kiszámolja az átlagsebességet és büntet, ha túllépted, nincs gyors hajtás a faluban. Na, ez végre valami pozitív. Ez okos, ez tényleg az. Nálunk egy nagyon jól működő szomszéd van, olyan büszkeségünk, egy nagy terepjárója van, amire vett egy hótoló lapátot, és télen, amikor leesik a hó, hivatalos hókotró. Csak az a baj, hogy napok múlva jelenik meg, végigmegy az utcákon és elkotorja a havat. Ennek ellenére én nagyon büszke vagyok rá. Kata elküldte nekünk az SMS-t. De legalább megjelenik. Igen. Azt mondja, a mi büszkeségünk a 16. kerületben a Ferenc utcai futómű tesztpályás autószelektáló működési elve a közel 30 cm mély gödrökkel kiszűrik a hitvány futóművet és a nem offroad autókat. Itt sokan gyalog járnak haza. Milyen jó országban élünk, nem? De tényleg jókat írnak, hogy így összeszeditek magatokat ilyenkor, amikor mi is mondjuk, hogy pozitív dolgok jöjjenek végre. Ugye jött 2, azt hiszem. Hát igen, az egyik véleményes. Norvégiában, vagy Finnországban, vagy nem is tudom, hogy hol olvastam. Már, hogy te ott voltál, és ott olvastál? Uh-huh. Nem, hogy ilyen... Norvégul? Nem biztos, hogy Norvégia, és nem biztos, hogy olvastam, és aha, nem biztos, hogy ideillek. Úgyhogy játszunk akkor egyet, már itt is olyan játékosan. Visszafelé beszélünk. Ülész, hevélet, a szív. És hozzájállat, hélet, a szívvonom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Azért ez is jó. Mi büszkeségünk egy olyan felnőtt játszótér, ahol kondigépek vannak, a részegek vizsgálgatják, hogy vajon mivel mit lehet csinálni, mert egyikük sem érti, hogy mi az. Azt gondolják, idegen civilizáció építette, és nem értik, mi volt velük a célja. Azért ez zseniális ebben az értelemben. Öcsik, mi lehet az ott? És azt mondja, hogy ilyen brutál fekvenyomópat tudod, és nem tudod használni. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, jó reggel! Szia! Ciao, Vivi. Sziasztok, Vivian vagyok. Honnan hívtál minket, Vivi? Pécsen. Épp beérkeztünk Pécsre, mert hogy ingázunk minden reggel. Honnan? Nagymányokról. Mi a nagymányoki büszkeség? Van-e ilyen? Van-e nagymányokon büszkeség? Hát kérlek szépen, maga az egész település egy igazán szép kis gyémánt a mecsek lábánál. Hú, ezt valami prospektusban olvasnál. Úristen, ez valami utazási ajánló. Falu napkor. De miért nem azt mondod, mint Hajdú Böszörményén kérjek. Hajdú Böszörmény büszkeség, hogy bármerről közelített meg a város, szarszag van. Jó, ezt nem írjuk alá. Azt mondtál, hogy jó dolgot kell mondani. Hogy... Ennek indult, aztán nem ez lett belőle, mi mindent megtettünk, hogy ez még pozitív reggel legyen, és hát kértük a legyeknek ez jó hír. Igen. A 17. kerületben a legjobb, legbiztonságosabb térfigyelő rendszerünk van, 92 éve. Nagyon jó kerek, Bözsinek hívjuk. Hát pozitívan indítottuk, de hát aztán nem ez lett. Vivikém, válasszál valamit, jó? Mi maradt? Légy szíves, segítsetek. Maradt egy szólásmondás, egy híres ember és egy állat. Hát akkor lecsapnék az állatra. Állat, az hosszú lesz. Tényleg? Hát... Igen, mutatjuk. Akorú tett süze. Nekem tetszik, hogy kicsit bekeményedtek a feladványok. Igen. Mutatjuk még egyszer. Akorú tett süze. 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 Akorú tett süze. Akorú tett süze.
Akkor útát süzem. Ő egybe mondja, de hogy ez két szó egyébként. Akkor útát süzem. Na? Ó, mi volt? Autóban ülünk, etűs a vége. Aha. Addig elmondom, hogy Nagyhegyes büszkesége a postás, aki BMW-be jár. Menő, összekapta magát. Úgy de szeretem. Úgy de bírom, azért az a sok borra való. Ugye? Na itt vagyok. Sikerült? Oké, okay, megmutatjuk akkor, hogy mi lett volna. Jó, ez nehéz volt. Ez nehéz igen. volt. Szerintem szinte megfejthetetlen. Aha. Hát... De hogy szinte megfejthetetlen akkor... Hogy? Micsoda? Hogy szinte az. Szinte megfejthetetlen, szinte meg... de az nem lehetetlen, csak szinte. Füze. Igen. Ez a vége. Süze. Süze. Mi a süze? Nem arany. Na jó. Ezüst hátú róka. Ezüst hátú róka. Ez lett volna. Jó? Ezüst hátú róka. Igen. Aha. Mert van a... Hallottál erről? Hát nem mondom őszintén, hogy még nem hallottam, de hát nagyon szomorú vagyok. Nagyon-nagyon. Hát ez van sajnos. Ez van. Az élet kemény. Minket is néha meglepnek a feladványok. Jól van. Hát legközelebb, akkor próbálkozom még. Mindenképpen november közepéig tedd ezt. Rendben. Köszönöm szépen. Mi köszönjük, Vivi, hogy hívtál napot, minket. Szia. Ne keseredj el azért nagyon legközelebb. Hát, ha lesz még, jó? Biztosan lesz, biztosan lesz. Puszi! Hello! Hello. Igen, Vivi védelmében azért ez nem volt könnyű. Ezüst hátú róka. Hát ugye, azért az ezüstöt le lehetett. Ezüst, igen, az ezüst. Mután, süze. Igen, ha miután hatszorban is mondtuk. És az akó, akkor ugye így indult, akkor azért az már meg lehet. Mondjuk az már azért meg lehet. Azért úgy érzem, hogy indokot lenne egy finom logopédusi beavatkozás óránál. Jó, kitaláltunk egy olyan játékot, ami minden csak nem rádióbarát. Jó, mert hogy egyik más lehet érted, de erre az egy hónapra most már ne geggeljünk. Már most ne legyenek már olyan feladványok, hogy delfin visszafelé. Ez is lehetne bármiért. De ez is hátul. Én szeretem, hogy kicsit. Komodói varánusz. Figyelj, volt egy időszak, amikor mindenki mindent elvitt, ez mit mondóráról, mert annyira ráfűztek. Akkor most kicsit keményítsünk be, nem? Most kaptak. Igen, de igen, most igen. Most kaptak ilyen gazdasági épület, ló. Hát most egy picit bekeményítettünk, ez van. 5 perc, pontosan 8 óra, vendégünk lesz majd a hírek után. Egy olyan vendég, aki járt már nálunk, és nagyon szerettétek ti is, mi is, amikor itt volt, Balogh Otto érkezik hozzánk, aki arról mesélt nekünk, hogy nem sokára indul majd, ugye már egy fél éve volt itt, Alaszkában, a világ legnagyobb szánhúzó versenyére. Hát ugye mi már egyszer meghívtuk és beszéltünk róla, ő akkor jött haza, és mondta, hogy majd, ha egyszer elutazik újra erre a szánhúzó versenyre, akkor ő még eljön előtte hozzánk, és mesél arról, hogy hogy készült föl erre a nem mindennapi embert próbáló küzdelemre, mert hogy hát elképesztő. Ugye az Iditarodról van igen. szó, ez egy kutya szánhúzó verseny, és ez a korona ékszer, a versenyek versenye, ha lehet így mondani. Mínusz fokban sok száz kilométert kell menni, és hát januárban indul. Januárban indul a verseny. Amit nehezítenek, ugye időnként lövöldöző szomszédok, a kakiló őshonos állatok. Nagy méretű állatok. Igen, nagy méretű állatok. 1800 kilométeres távot tesznek meg kutyaszánnal, befagyott folyókon, 9 nap alatt mínusz 10-20-30 fok van, gyakorlatilag alvás nélkül. Elképesztő. Elképesztő ez a teljesítmény. Úgyhogy vele beszélgetünk, mert néhány nap múlva ő indul erre a versenyre, és hát egy olyan világba pillanthatunk bele általa, amit azért kevesen ismernek. Most viszont megpróbálunk azért erről egy picit beszélni. Jó volt a múltkor is. Nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük. Remélem, van új info. Igen, azóta már láttam egy dokufilmet is a versenyről. Hát, annyi morcos embert én még nem láttam. Nem örülsz, na. Igen, érdekes, hogy az állatok, az ember és a természet hogyan tud úgy együttműködni, egy közös nevezőre lépve, hogy mindenki életben maradjon és túlélje ezt a megpróbáltatást. Izgalmas lesz, úgyhogy vele beszélgetünk a hírek után. Nyolc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Valahogy úgy keltünk ma reggel, hogy tartunk egy Queen napot, úgyhogy ma Queen nap van. És jobbnál jobb Queen dalok szólnak itt a Morning Show-ban. Úgyhogy, most már vigyük végig, nem? Persze. Vigyük végig. Ha még van ötletetek, hogy mit hallgatnátok meg, és ha megvan nekünk, akkor nyugodtan küldjetek erre, és akkor... Utal majd Brian May-nek az Artisus. Az biztos, egy nagyobb készpénzösszeget lát majd Brian May karácsonykor SMS-ben érkezni az Artisus-től. Végre Magyarország, biztos Cini intézte. Állítólag jártak. Igen, voltunk mondjuk együtt. Csak Cini emlékszik igen? erre, de uh-huh. igen. Persze, és a háttérben ott olálkodott Kiselt Ünne, nem? Ne, a szekrényből előmászott Kiselt Ünne. Nem, hát tényleg volt valami. Brian is emlékszik rá.
A gyerekek, csak Cini, a régi fotók. A Cini rettenetesen dögös volt. Most is az, meg imádjuk, meg jó arc, meg beszéltünk vele sokszor, de a fiatal Cini, hát az elképesztő. Ugye milyen rossz, hogy egy nőnél milyen óvatosan kell fogalmazni, közben nem mondasz semmi rosszat, mert hogy azt mondod, hogy a fiatal hát Cini... Mindenki tudja. Hát ő érte, meg volt őrülve a popszakma és a zeneipar, és mindenki. Hát elképesztő, elképesztő csinos volt. Most is az, de hát... Akkor... Megjött Brian May, és azt mondta, ő kell nekem. Ő az a lány. Igen. Kiszúrt. A két fürtös kiszúrt egymást. Két fürtös. Hát Cini is fürtös volt, és Brian May is fürtös volt. Kontyos volt? Hát a Táncdal Fesztiválok. Fölül vagyunk. Egyre nagyobb bajba keverik magunkat. Cini szeretünk, puszilunk, imádunk. Tavaszi szélvizet áraszt. Nem volt fürtös. Nem volt fürtös? Nem. Majd keverem valakivel. Nem, összekevertem. Jimmy. Tavaszi szélvizet áraszt, gyerekek. Milyen jó volt, mikor Freddy fölírta a kezére, és elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt úgy 86-ban az aréna, mint a Népstadion, hogy ő ezt megtanulta. És együtt énekelt vele, nem tudom, hány ezer ember. Sírt a nép. Tessék? Sírt a milyen nép. Szép, milyen jó, szép gesztus volt, majd rámutatott a parlament, és azt mondta, ez mennyibe kerül, megveszem. Igen. Emlékeztek? Igen. Nem, 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 tudod, ne arra úgy, ez nem eladó. Nem tudott nem gizda lenni egyébként. Imádni való volt a csávó, az de szenzációs énekes volt, de azért rettenetesen gizda volt. Igen. Olvastam ilyen életrajzi könyveket, olyat is, amit ő írt, meg őt is, amit róla írtak. Hát elég nagy parti arc volt. Szóval ő azért így szerette a partit, és leírtak egy-két partit, hogy ő a saját házában milyen partikat csinált, és ott milyen szobák voltak, meg mit lehetett tenni. Van hova fejlődni. Még van hova. Van hova. Még azért van hova jönni. Tehát én is csinálok egy-két házi bulit, de még van hova. Tehát még vannak. A kertben az azért aranyos a sütögetés a kertben, meg az iszogatás a barátokkal és a barátok gyerekeivel, de Freddy más léptékben mozgat. Más volt az elképzelés egy házi buliról. Szeretnél is meg nem is úgy élni, ahogy kicsit félek is tőle, kicsit tetszik is egyébként. Na, vendégünk van. Elton John mellett ébred. Igen, vendégünk van, egy olyan vendég, akit mi nagyon kedveltünk, amikor utoljára itt volt, ti is nagyon kedveltétek, nagyon sokszor hallgattátok vissza az a vele készült beszélgetést, és ígértük, hogy amikor ő elindul majd újra Alaszkába, hogy részt vegyen élete legizgalmasabb versenyen, akkor előtte még visszahívjuk, hogy meséljen nekünk egy kicsit magáról a felkészülésről. Balogh Ottó megérkezett hozzánk. Jó reggelt kívánunk! Hát kívánok, üdvözlök, kedves nézőkkel! Már csak azért is, mert ki tudja, hogy hívhatunk-e tavasszal? Így, ki tudja, hogy mi lesz tavasszal. Mindig úgy Lasszefem, végére gondolsz, hogy az iditarod veszélyességére. Az iditarodra, én már nem gondolok ennek a végére. Milyen jó képbe vagy akkor azért itt a közéleti eseményekkel. Igen, hát ezt olvastam, és sajnálattal tudtam, de drukkolunk mindannyian, hogy megmaradjon az a... Mi máshova nem hívtak még, vagy... másik rádióban. Nem, sehol nem szeretnék ennyire. Ja, sehol nem ilyen finom a gépi kávé. Ez igaz. Drága vagy, hogy dukkolsz nekünk, köszönjük szépen. Névrokonok vagyunk, tudtad? Most mondtad, és nagyon meglepődtem, mert igen. Nem tudtam róla. Nekem a harmadik nevem az Otto. Igen. Nekem a második. Ott. Szereted? Szereted? Én szeretem. Tényleg, figyelj, tényleg ezt hallgatjuk. Hát kicsit, mert körbe szimatoljuk a vendéggel egymást. Hát az mindig kell, nem lehet egyből bele, hány kilométer az időről. Mindjárt beszélünk róla. Szereted az Otit? De most kérdezem, nekem, tényleg, nekem az Otikával volt bajom. Otika, amikor, én igen, is voltam ilyen Otika. Az a nagyon sok bajom volt gyerekkoromban, de az Oti az úgy családilag rendben volt, és mindig az iskolában, vagy a szakmában, vagy a munkájában mindig Otto voltam. De már 6 éves korom volt az elemi osztályban is Otto, meg az üzleti életben is Otto, családban meg Oti. Van valaki, akit 2016-ban még Ottónak neveznek el? A szülőszobán ránéz és azt mondja, hogy legyen Ottó. Szerintem, ami nem meg nagyjából... Is van még. Hát jó, igen, de azért ez még mindig sűrű. Az Ottó az olyan ritka. Szerintem azt kihalva. Az utolsó Otti képviselője vagyok. Ez tök jó, mert édesapám Ottó, anyukám Erzsébet, úgyhogy a legjobb. Nekem a nagymamám Erzsébet. Figyelj, gyönyörű név, nekem a drága nagymamám volt Erzsébet. Nagyméretű anya, egy nincsen rajtad, véletlen valahol a testedben. Egyébként van, tehát most ez... Követed a képeimet az Instagram? Mert hogy Balázsnak is van, nem még egy párhuzam. Nézd meg, a kezemben van egy óriási ilyen. Női fejlőmmel hogy állsz? Szoktad őket nózizni? Na nem. Igen, nem többször talált meg a feleségem úgy, hogy női fejér nem húztam a fejemre, és ültem a karlószobába. Azt hittem sokkal! Kicsim. Aztán jobban fel kell tudnak készüljek erre a mai reggelre.
Jó, figyelj, csak azért, hogy érezd, hogy hova jöttél, de te már voltál nálunk, úgyhogy rutinos szereplő vagy. Na, oké, akkor amiért meghívtunk, beszéljünk akkor erről. Hát mi már a legutolsó beszélgetésen is elképedve hallgattuk azon adatokat, amit te ugye az Iditarodról mondtál, de feltételezzük azt, hogy azért nem mindenki hallotta vagy hallgathatta meg azt a beszélgetést. Ezért megismételjük a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Már indítom is. Na, Iditarod, ugye ez a világ legnagyobb kutya szánhúzó verseny, csak azért mondom, hogy számunkra most már egyébként triviálissá vált dolgokat azért tegyünk úgy tisztába, hogy bízunk abban, hogy sok új hallgatónk is van. Ugye ez tulajdonképpen ebben a sportágban, ahogy szokták mondani, a korona ékszer, a versenyek versenye. Egy-két adatot csak arról, mielőtt belevágnunk abba, hogy készültél el, hogy miről is szól ez, és hogy hány kilométer és hány nap alatt teszitek meg, csak hogy mindenki felvegye a fonalat, hogy azért ez nem akármilyen teljesítmény. Ez egy Alaszka teljesen átszelő verseny, Alaszka pedig körülbelül majdnem akkora, mint Európa. Tehát ez egy 1800 kilométer, úgy szoktam mondani, hogy Debrecenbe felülünk a kutyaszánra, és Londonban szállunk le, miközben olyan helyeken haladunk keresztül, ahol nincsen semmilyen település, és semmilyen külső segítséget nem fogadhatunk el. Erről szó az Iditarodin már 45. éve lesz a mostani márciusi, amelyeken én is indulok, és minden egyes március első hétvégén ezt elindítják. Magyar versenyző még nem volt, és büszke vagyok arra, hogy jelentek az első. Ugye nagyon helyes és romantikus, akár így is lehet mondani a te történetet, mert hogy talán mindannyian emlékszünk azon olvasási élményünkre, amit ugye Jack London a vadon szava jelentett, ezt mindenki elolvasta, volt ebből ugye film is, és hogy te már ott tudtad 6 évesen, hogy te majd egyszer, ha nem is ezen a versenyen, nem biztos, hogy erről tudtál, de egyszer egy ilyenen el akarsz indulni. Igen, 6 éves korom elég hamar váltottam a mesékről a regényekre, valahogy egyből az Egri csillagok, a Robin Hood és rögtön Jack Londonnal kezdtem, és akkor még a gyerek teljesen önfeledten álmodik, tehát nincs az, hogy mi a reális, mi a nem reális, és nekem akkor már az volt, hogy igen, Alaszkába én el akarok jutni, és ha Alaszka, akkor kutyák és kutyaszánozás, tehát ez már akkor megfogalmazódott. Még az Iditarodhoz eltelt egy pár év, amikor megtudtam azt, hogy van ilyen nevű verseny, és ilyen hosszú, és tudtam, hogy ez a koronája az egész alaszkai kutyaszánozásnak, akkor ezt így mellé raktam az álomnak. Elteltek évek, évtizedek. Most viszont nagyon jó hallani így a Facebookon is, ugye ez az első magyar az Iditarodon oldalam, és jönnek ezek a volt elemi osztálytársak, középiskolás osztálytársak, és mind mondták, hogy hú, én emlékszem, hogy te mondtad azt, és akkor nem tudom, a nagy szünetben, amikor osztottuk el a lekváros kenyeret, akkor mondtad, hogy te egyszer ide elmész, és annyira jó, hogy erre emlékeznek, mert nyilván én már nem, de nekik ez így felelevenedett. Köszönöm szépen. Az agya hallgatóinknak értik, mit akarsz. Két ottóból egy biztos megoldja, úgyhogy köszönöm szépen. Igen. Na, és akkor indulsz ki tulajdonképpen. Hány nap alatt teljesítitek ezt? Tehát a legjobb idő az 9 vagy 10 nap, ha jól tudom, igen, nem? Amit mentek. Igen, a nap alatt úgy kell érteni, hogy nap és éjszaka, mert a Dallas szokta mondani, akivel felkészülök, hogy az egész Iditarod az tulajdonképpen egy nap, csak 10 nap, 10 éjszaka tart. Általában vagy általánosan a legeslegjobbak azok most már 8,5 napnál tartanak, és a legutolsó az pedig általában most a 12-13 nap körül jön be. Ugye itt van egy érdekes díj, a vörös lámpás díj, nem Amsterdamra és nem bizonyos negyedekre kell gondolni, hanem az utolsót is annyira megbecsülik, hogy ez nem egy ilyen ciki díj, nem egy ilyen citromdíj, hanem egy valós díjat adnak át neki. Ez az a vörös lámpa, amit a verseny elején meggyújtanak, mint az olimpiai lángot az olimpia elején, és ez addig ég, míg az utolsó versenyző be nem ér. A közben, akik beértek, illetve a helyi lakosok Nóméban mindvégig látják, ha az a lámpa ég, akkor még drukkolik, akkor valaki még kint van, és küzd. Hány fok van ilyenkor? Vagy amikor majd a verseny zajlik, hány fok lesz? Hát vannak hideg versenyek, vannak ilyen melegebb versenyek. A melegebb versenyeknél ilyen mínusz 20, mínusz 30. A tavaly előtt volt egy nagyon hideg verseny. Szakad rólatok a víz. Egyébként érdekes, igen, tehát hogy a hideg versenyek mondják a mínusz 50, mínusz 55, mínusz 60 fokot. Átjövő, 1800 km 9-10 nap alatt mínusz 60 fokban, tehát azért ez és napi egy órát alszunk. Tehát 20 napi egy óra alvás. Napi egy óra. 9 nap alatt dröpke fejszámás, tehát kb. 9-10 órát alszottak? Ez fizikailag hogy bírja az hozzá ember? Kell tenni, hogy van egy 24 órás kötelező megálló a kutyák miatt, hogyha ezt nem számoljuk, akkor igaz, amit mondtál, és akkor tényleg a napi egy jön ki. Hát én 3 napos versenyeken kvalifikáltam erre, és akkor úgy az volt, hogy 72 óra alatt ilyen 3-4 órákat aludtam, 3,5-4,5, tehát ez jött ki egy ilyen versenyre. Érdekes, hogy te leasingeled a kutyákat.
Igen, azt gondolom, hogy azok, akik nem alaszkaiak, azoknak a nagyon, nagy, nagyon más esélyük nincs is. Talán még Kanadában vagy Norvégiában vannak ilyen saját kutyával elinduló csapatok. De mindenki más, de nem tudja felkészíteni más éghajlat alatt a kutyákat, mert azok a kutyák nem lesznek alkalmasok erre. Hát ez hogy van? Ez nem arról, hogy ember-kutya bizalmas viszonyba kerül, oda mész, és ott kapsz egyszer csak 8 darab kutyát, hát neked velük együtt kell élni, lélegezni, ismerni őket, hát ez szinte a nap 24 órájában egy éves tevékenység, mire az ember oda eljut, ki a falka vezér, ki nem. Igen, 16 kutyával indulunk, és be lehet fejezni 8-szal, vagy akár 6-tal is, de hozzá már nem lehet tenni ehhez a csapathoz. És ez a kapcsolatot, ezt nagyon sokan megkérdezik, ugye mindenki abból indul ki, hogy a német juhásszal, vagy a saját kutyájával milyen kapcsolatot kell kiépíteni. Itt egy picit másról van szó. A husky eleve egy kicsit mások. Tehát ő, amikor befogják a szán elé, akkor olyan mértékben önti el az agyát az adrenalin, és hogy egyszerűen nem tud semmi másra gondolni, csak csaholni, és akkor... Na de az, hogy ki van elől, ki húz jól, ki a falka vezér, hát azért azt neked gazdaként tudnod kell, hogy ki a rangidős a csapatban. Ezért mentem ki tavaly is októberben, idén most egy pár héttel később megyek, de szintén már november elején kint vagyok, és márciusban van a verseny. Tehát ez az összeszokás... időpontja. Ugyanakkor pedig elég, hogyha valaki jól felveszi ezt az alfa viselkedésmódot, amit a kutyák igazából azt szeretik, hogy biztonságot kapjanak. Tehát nem agyon bubulgatni kell őket, ezeket a kutyákat, hanem azt kell érezzék, hogy a vezető az erős kezű, következetes, és emiatt biztonságban vannak az ő vezetése alatt. Most ilyen például úgy készülsz, azt olvastam, hogy 25 percig egy jeges vízben üldögélsz? Igen, van egy hideg terápia. Ugye, mert itt azért most viszonylag ahhoz képest meleg van, tehát valahogy neked erre már most el kell kezdeni felkészülni. Ez egy hideg terápia, ez igen, a neve? Van egy hideg terápia, ami arról szól, hogy az alaszkai emberek, vagy az eszkimóknak a zsírrétege az egy barna zsírsejt, tehát barna zsírsejteket termel a szervezetük. Az európaiaké pedig fehérjét, nem a bőre kell gondolni, hanem konkrétan a zsírsejtre. És egy pici tudományt is becsepészek a mai reggelbe. Ugye a fehér zsírsejt az csak energiát képes termelni, vagy átalakulni, energiával képes átalakulni, a barna zsírsejt viszont energiával és per vagy hővé. És ez a különlegesség, hogy hővé is tud, ezért melegíteni is tud. Ez nagyon fontos, ő hogy... Fűtő az eszkimó? Igen. És a fehérből lehet barnát csinálni? Lehet barnát csinálni, ez a lényeg. Tulajdonképpen valószínűleg ők is fehér többségével születnek, viszont az a kondicionálás, hogy térről térre ilyen nehéz hideg periódusokon mennek keresztül, a szervezet elkezdi ezt átalakítani. Na most ezt próbálom én modellezni itthon, amikor csinálok egy terápiát, ami azzal kezdődik, hogy jeges arcfürdetés, mint hogy napi 5 perc, napi 10 perc, aztán ilyen jégtömböket pakolok a hasamra, a mellkasomra először még van egy vékony póló, aztán már nincs. Ilyenkor egyébként a 36 fokos bőr az lemegy 10-12 fokra. Ha nagyon elrontom, akkor 6 fok az már picit veszélyes. De ez csak a bőrnek a hőmérséklete. Ugye a kor hőmérsékletet, a törzs hőmérsékletét, hogy az most 36 egész valamennyi, ugye, az, hogyha 2 fokkal lejjebb kerül, akkor meghalsz, akkor az összes szerved megáll. Tehát megáll a veséd, megáll az összes szerved. De most ezt ott is kint is el kellene kerülni, és pont ezért a szervezetet, ugyanúgy, mint egy bicepszet, amikor emelgetem a súlyokat, akkor ezt a szervezetet folyamatosan arra trenírozom, hogy lehűtöm, és hogyan melegíti vissza magát. Tehát ez a biceps, ez a gyakorlat, amivel emelem a súlyt, hogy lehűtöm, és a szervezetet megtanulom visszaemelnie magát, visszamelegítenie magát. Most te végig tulajdonképpen egyedül vagy. Fel lehet erre készülni? Vagy van az embernek félelme, amitől a leginkább tart egy ilyen túra alatt? Ugye beszéltünk rénszarvasokról, nem tudom, medvékről, ugye hát ott, ha te leesel a szárról igazából, akkor azért senki nincs, aki neked segítsen. Nem úgy vagy, mennek melletted. Kutya. Meg ellenőrző helikopter, tehát te kint vagy valahol a világ háta mögött, egyedül a mínusz 40 fokba éjjel 2-kor. Tehát senkire nem számíthatsz, csak magadra. Nyilván egyrészt csodálatos, de talán félelmetes is. Van olyan, ami az emberek egy legnagyobb félelme ilyenkor? Hát több legnagyobb félelem van. Nem örülünk a jávorszarvasnak, ami egy 900 kilós őzike és elég agresszív. Nem örülünk annak, hogyha overflow van, például ez egy ilyen vízátfolyás, amikor nagyon gyorsan hűl le a levegő, befagy a folyónak a jege, és ez kiszorítja a vizet, és ez így a víz a jég fölé kerül. Mikor egy ilyet meglátunk, és nincs más út, akkor ezen át kell menni. Az a baj, nem tudjuk, hogy ez bokáig fog érni, vagy térdig, vagy mellközépig. És a jeleghorosztályú... Tehát ha mínusz 30 fokban egy ilyenbe beleesel, akkor te egy perc alatt megfagysz. Hát perceid vannak, valószínűleg perceid vannak, hogy ezt kezeld, ezt a helyzetet. Ezt a kutya látja, és úgy megy át rajta, hogy ő tudja, hogy az is áthúz, vagy ő nem gondolkozik, ha te belehajtod, ő belemegy. Hát egy jó kutya, igen. Tehát, hogy egy jó kutya, nyilván az ösztöne neki is az, hogy kikerülje, de van, amikor nem lehet kikerülni, és nekem sincs más esélyem, csak az, hogy belehajtom.
és amikor belemegy, akkor derül ki, hogy a kutya elmerült, vagy nem merült el. Hú, mi van, ha elmerül? Ha elmerül, akkor ő úszik, de már nem lehet, visszafordítani. Tehát nem lehet az a kutya, ami belement, hogy ez egy kötél, amit én irányítok, egy kötél. Tehát az a kötél nem fog megfordulni, az most már... És akkor úszik a szán, és úszol te is? Igen, úszik a szán, én pedig valószínűleg ennél azért 2 méternél nem szoktam nagyobb vizeg lenni, tehát maximum egy ilyen mellközépig érő víz, akkor végig kell tolni a szánt azon a részen. Hát, hogyha mínusz 40 fok van, és te tiszta víz vagy, akkor perceid vannak, hogy azt a túlélő csomagot, ami be van légmentesen zárva, azt kibontod, tüzet raksz, azt magadra veszed. És így a leghorrorabb sztorik azok, nekem még nem volt ilyen szerencsére, és nem is szeretném, hogy legyen, de a legdurvább sztorik azok ilyen történetekhez kapcsolódnak ott kint Alaszkában, amikor egy ilyen helyen. Ez úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elment a motorosztán, lerakta ezeket a markereket, ez volt nem tudom este akárhánykor, rá pár órára, akkor nem volt semmi víz a jegen, éjszaka jött ez a lehűlés, és pár órával később, amikor a szánozó rajtam, hogy akkor már ezek a csillogó, ilyen kis gőzölgő vízfoltok ott vannak, ez már úgy elég ijesztő, mert akkor tudod, hogy ez erről szól, és amikor belemész ebbe, akkor derül ki, hogy mennyire mély a nyúlülege. És milyen sztori volt? Mondod, hogy ebből vannak a legszörnyűbb történetek? Hát a Dallasnak volt egy olyan történet, akkor életében először ment a Yukon Questen, 23 éves volt, éppen megszületett éppen 6 hónapos volt a kis lánya, és belekerült egy ilyenbe, ahol elmerült, és mínusz 57 fok volt Celsius, és a mínusz 57 fokba belement ebbe a vízbe, elsüllyedtek a kutyák, tulajdonképpen a szán is, hát a szán az lebegett, de ő át kellett tolja végül, nem tudta kitolni a kutyák, nem tudták kihúzni, le kellett kapcsolja egyenként a kutyákat, kint meg kellett kösse, egyenként vitt át az ölébe, de akkor ő már végig derékig járt a vízbe, mínusz 57 fokba kirakta az összes kutyát, visszament a szánhoz, és eszébe jutott, hogy egy sérült kutya meg a szánba be van cipzározva. Úristen, visszarohant, kivette, pont nem süllyedt el, még az orra kint volt, akkor kimentett azt a kutyát is, tehát egyedül kihozta a szánt. Ez már innentől embertelen minden, tehát hogy itt már meg kellett volna fagyjon, és akkor visszakötötte a kutyákat, fölvett egy olyan, tulajdonképpen egy olyan nadrágot, aminek csak a belső bélése volt, és fogta a hálózsákját, ami szintén be volt csomagolva, és azt magára tette, mert mindent le kellett vegyen magáról. A csizmát azt magányta, és akkor innen volt az, hogy 4 óra volt az első checkpoint. Azt mondta, hogy innentől embertelen, tehát innentől kész, tehát ő tudta, hogy meg fog halni. És végig gondolta, hogy van egy 6 hónapos kislánya, ez a sztori ennyi volt, de legalább abba hal meg, amit szeretett csinálni. És azt mondta, hogy már nem kezdte nem érezni bokától lefel a lábát, tértől lefel a lábát, és kérdeztem, hogy hogy csinálni 4 óra, az rengeteg egy ilyen helyen, még akkor is, ha nem vagy vizes, és valahogy megcsinálta, és azt mondta, hogy hát ő nem nagyon spirituális, meg nem nagyon vallásos, de ott volt valami más erő, ami miatt ő végig... Ami áthajtotta ezzel. Igen. Atya úristen, meg lehet tanulni ilyen túlélési praktikákat ilyenkor, amit az ember tényleg könyvből, vagy tanfolyamon, vagy nem tudom, valaki mástól elsajátít? Hogy mi van ilyenkor, vagy egyéb helyzetben? Tanulható ez valamennyire? Tanulható mindenképpen, mert én is megtanultam, és sok olyan hátránnyal indultam ebbe a versenybe, ami miatt nem élettem volna az abszolút jó jelentkező erre, hogy így első magyarként ennek nekivágjak. De miért? Mondjuk miért külön egy másik magyar, mint hát te? Azért, mert nekem például hideg allergiám van. Igen. A másik a perifériás vérgezés. Alberto Tomba azt mondja, hogy egyébként utálom a hajat, igen, a havat, és egyébként a fehér szín a legérzékeny, és bántja a retinámat. Én iszonyos bázisugró. Családkiütéses leszel a hidegtől, -3-ban? Vagy? Az van, amikor lemegyek a Spice-ba, és mezitlábarra a csempére rálépek, abban a pillanatban elkezdek tűszögni a hideg érzettől. A másik a hideg... A te versenyed az iditarocsán. Ott a hely, sok sikert. És a perifériás vérkeringésemről is szeretnék említést tenni, ami télen-nyáron hideg kezem, lábam. Tehát, de, és van kutyaszőr allergiám is. Na, jó van. Ez neked van kitalálva? És akut hóvakságot. Sokat gondolkodtad, hogy mi legyen a sportod? Tudsz mondani egy-két technikát? Én érkezem, mert mit tanulnak? Hát még nagyon sokan, mint amilyen sielnek, ott is érdemes. Hogy mit érdemes ilyenkor? Vagy egy-kettő ilyen kézzel megfogható konkrétum, amit tényleg megtanultam? Igen, az első legfontosabb, hogy sokan azt gondolják, hogy fázik a kezem meg a lábfejem, de nem azt kell bugyolálni, vagy nem az a legfontosabb, a törzshőt kell tartani, mert hogyha az rendben van, akkor az küld
küldi a meleg vért a végtagok felé is. A szervezet nagyon okos, és azt mondja, hogy ha valamit fel kell áldozni, akkor nem a létfontosságú szerveket fogja, hanem a kezet, a lábat, ami nem annyira fontos, annak azért az ujjak vége tud megfeketedni, vagy azzal tud probléma lenni. Na most mindig a törzshőt kell öltöztetni ahhoz, hogy a kéz meg a láb rendben legyen. Ez az egyik legfontosabb szabály. A másik az, hogy nagyon sokat kell inni, és nem kávét, és nem alkoholt, amit ugye azt gondoljuk, hogy a kávé az felmelegít, vagy ébren tart, az alkohol az meg felmelegít. Nem, ez csak egy pillanatnyi hatás. Hosszú távon ez beszűkíti az ereket. Na most itt pont az erek szükség ellen küzdünk, és pont azt kéne tágan tartani. Ehhez képest a sok vizet kell inni, mert az tágan tartja az ereket, hogyha sok vizet. De a reggel, amikor én fölkelek a mínusz 40 fokból, a hálózsákból ki kecmergek, és ugye rögtön el kell kezdeni dolgozni. A legelső dolgom, hogy a vizet valahol termoszban nyilván magam mögött tartom, és abból minél többet iszok, amennyit bírok, hogy az ereim lehetőleg kitáguljanak. És nem alvásra, hogy készülsz modellesztel itt, hogy 9 napig próbáltál napi 1-2 órát aludni? Hát azért nekem teljesen fura, hogy az ember mondjuk a 7.-8. napon hogy hoz racionális döntést úgy, hogy mögötte van egy hét napi 1 óra alvással. Erre ezt is gondolom, hogy gyakorolni kell, vagy trenírozni magát az embernek. Van egy nagyon nehéz szakasz az Iditarodon, a Happy Reverse Steps, és az annyira durva technikailag, hogy megkértem a Dallast, hogy menjünk el oda és edzünk ott egyet, és mondta, hogy nem. Vannak olyan dolgok, amiket elég, ha versenyen megél az ember, és ilyen az alvás hiánya is. Tehát, hogy nem modelleztem ezt itthon, ezt ott belekerülsz, és akkor valahogy csinálni kell. Bocsánat, csak miért nem vitt el oda a Dallast, hogy azt éld meg ott, hogy az legyen meglepetés? Hogy az annyira nehéz, hogy azt elég, hogyha versenyen megcsinálja az ember, tehát ezen így nem megyünk többször keresztül. Egy olyan kanyarról kell ott konkrétan beszélni, amikor fönt egyenesen neki megyünk, mint hogyha itt lemennénk, de egy hirtelen kanyar balra az, ami a lejtőt megelőzi. Na most ez azért izgalmas, mert ezért nem tudod fékezni végig a kutyacsapatodat, mint mondjuk egy normál lejtő lenne, egyenesen akkor fékeznéd végig, és eleve lassan mennél bele az egészbe. De itt, hogyha a kutya pont itt kanyarodik a lejtőnél, akkor te, hogyha lefékezed, akkor leszűkíted azt a kanyarsávot, és belemész a fákba, amelyik ott szegélyezik. És ezért teljes sebességgel kell belemenjél ebbe az egyébként majdnem 90 fokos lejtőbe, és csak akkor, amikor már a szám befordult, akkor tudod fékezni, akkor meg már ezt ki akar téged csinálni, ez a csávó? Hát, biztos. Nem, hát pont azért nem viszi oda, vagy csak a versenyen. Ja, igen. Vagy mozi egyébként volt. Aznapra. Atya úristen, hát ez nagyon kemény. Hova várod magad? Vagy az ember mit mond a sikeres teljesítés? 90-en indulunk. Mindenki, még az arany esélyesek is azt mondják, hogy az első céljuk az, hogy ezt befejezzék éppen egészségesen ők és a kutyacsapat. Nekem is ez a célom, nekem helyelvárásom, mint olyan nincs. Szeretnék, hogyha mégis kell valamit mondani, akkor szeretnék ugye a 30. és a 60. között lenni, azért is, mert általában 61-től 90-ig azok kiesnek és nem fejezik be a versenyt. Tehát én mindenképpen szeretném, és akkor már tulajdonképpen bárhol. A kutyacsapatom jó, én vagyok a leggyengébb láncem, tehát tudom ezt, hogy ez mit jelent, és hát ezért van az edzés, ezért megyek ki, ezért csinálom a... Ha tehát valahol elkeveredsz, mondjuk eltévedsz, van akit felhívjál, vagy azt mondjuk, hogy ott a magad ura, vagy nem megyünk, érted? Tehát aki elindul, az tudja, hogy nem mentenek senkit. Eddig 44 verseny volt elindítva, egyiken se lehetett se mobiltelefont, se tehát kétoldalú kommunikációs eszközt vinni, mert külső segítség nélkül kell megoldani a versenyt, ez a szabály. Versenyző segíthet versenyzőnek. Persze, ha eltévedtél, akkor pont arra nem jár egy versenyző sem, ez igaz. Na most lehet, hogy egyébként idén pont elindítják ezt először a verseny történetében azt, hogy legyen mobiltelefon is, ugyanis tavaly olyan dolgok történtek, hogy ilyen részek bedrogozott benszülöttek, Alaszkában elég nagy probléma az alkohol és a drog, hát így megtámadták a versenyzőket, tehát hogyha ez mind-mind nem lenne elég, akkor megtámadták egy akkor ilyen motoros szánnal, ez körülbelül mint a Tour de France, amikor egy kamion próbál leszorítani a biciklit, tehát hogy ott az Alpokba az országútról, és ez az eset elég nagy média figyelmet váltott ki, és sokan reklamáltak. Ennek az eredménye, hogy valamiféle telefont lehet majd vinni, amivel valami rendőrséget ki lehet hívni, ugyanis ezt tudják hogy a versenyzőknél nincs mobiltelefon, és nem tudom, hogy mennyire gondolkozik egy ilyen bedrogozott vagy részeg helyi ember. Hát annyira, mint itt.
Semennyire, így van. Tehát a lényeg az, hogy így ő azt játszotta, hogy így meg mindig úgy majdnem elüti a kutyákat, de az utolsó pillanatban elfordul. Ez egyszer nem sikerült, ott akkor meg is halt egy kutya, meg ketten. Ez a szerencsétlen versenyző meg próbált kivenni egy ilyen markert, és azzal próbálta leverni a motorosszáról. Ugye, mikor halucinál az ember, egy ideig még el se hiszi, hogy ez vele történik, aztán utána próbál így valahogy. De halucinál, ez egy megszokott dolog, hogy amikor halucinál az ember, tehát ez egy teljesen megszokott dolog, ugye 7.-8. napon, hogy... Hát ezt olvastam én is, hogy a 7.-8.-9. napon ez már alap, de én nekem megtörtént a... Igen, megtörtént az első... Recsketábla. Volt a Copper Basin nevezető első versenyem, amikor a harmadik napján nekem már nem kellett 7.-8. napra várni, tehát a versenyem harmadik napján ez nekem már összejött. És oldalra néztem, akkor középkori várakat, piacteret láttam, várfalat, miközben csak havas fenyő volt. Mindig ez volt a referenciapont. Előre néztem, ott mindig a kutyákat láttam, az rendben volt, de oldalra néztem, akkor tuti, hogy egy középkori várost láttam, és akkor már tudtam, hogy baj van, ez volt így az utolsó 50 kilométer azon a versenyen, de akkor mindig vissza kell térni arra a kevés referenciapontra, amit látsz. A kutyának a háttára. Azt a mindenit. Hát nagyon drukkolunk ottól, komolyan mondom, ezt azért egy elképesztő nekünk hallgatni. Közben meg nagyon szép a történet, hogy valaki ennyire erősen azon dolgozzon, hogy megvalósítsa a gyerekkori álmait. Mert ugye, ahogy mondtad, ez onnan indul. És amiket elmondtam, hogy milyen hátrányokból indulok, azok nem igazából tehát se dicsekedni, se sajnáltatni nem akarom magam. Az az üzenetem, hogy nincsenek olyan körülmények, amik elriaszthatnak a gyerekkori álmoktól. Hallunk aszmás olyan úszókat, akik olimpiai bajnokok lesznek, az én sztorim is csak egy ezek közül, és mindenkit biztatok arra, hogy igenis ne temess el a gyerekkori álmait, hanem menjen érte, és csinálja meg. Hideg allergiával irány Alaszka. Igen, így is van. Vállalni tudni kell. Én ezt nagyon szeretem. Csak mindenkinek mások a gyerekkori álmai, mondjuk. Nekem csak egy kubai nő. Tudod mit? És még azt sem tudod teljesíteni. Te nyomod. De legalább nem kell hidegülő fürdőben üldönni. Sőt, pont ellenkező. Nagyon drukkolunk, olvassuk majd az oldaladat, jó? Nem tudom megmondani, hogy mi jövő márciusban hol leszünk, de lélekben biztos, hogy veled. Úgyhogy nagy kalappal, aztán érjél a végére. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Balogot tovább beszélgettünk. 8:30 múlt pontosan 8 perccel jövünk Ákos híre után. 10 perc múlva pontosan 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és megmutatjuk, hogy mi a beugró, figyelje mindenki. Ha hármas ugrás játszanátok velünk, ezt kell kitalálni. Na. Menő. Hát ez menő volt, igen. Volt, igen. Egy őskövület az elején, és egy vadonatúj dal a végén. Én azt szerettem azt a dalt. Én is a végén lévő dalt, igen, kedvelem, ami jöttem megjelent egy hónap. Az a dal, az te vagy, Feri. De az nem, az a csíkos nyakernyő, az kicsit te vagy. Nyakernyő. Vagy napernyő. Nincs nyakernyő. Ez a... Né, 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 az miért modoros, már ne haragudj. Mert egy ilyen... Azt én értem, hogy te miért szereted, ugye? Ezt a dalt. Hát de tök jó, tudsz vele azonosulni. Szerintem az te vagy, tényleg, az most egy cseng a fülemben. Sose volt vicces. De pedig. Az jó volt, koncerten olyan hogy jó van volt. A szövege? Itt van egy csíkos napernyő. Azt forgatod, miközben ezt a dúdolgatod. Tökéletes. Hogy enyém legyen a csíkos. Enyém legyen a csíkos napernyő. Érted, hogy egy csíkos napernyőért küzdesz. Én most megvilágosodtam. Én egyszer hallottam ezt élőben. Én tökre értem, hogy te ezt a dalt miért szereted. Az jó, hogy mész előre, csinálod, mert egyébként a fődi egy csíkos napernyő. Ugye a fődi egy csíkos napernyő. Kell, mert nem azért csinálod, a jóért csinálod. Hogy ez úgy ott legyél, a benne a tutiba. Mindent értek. Tök jó. Na látod, már megérte ez a reggel is. Én mindent értek, hogy te miért szereted ezt a dalt. Na, tök klassz. És mondd el, Léci. Mert önmagában, te és a csíkos napernyő egyek vagy. Most már mondjuk meghallgatom. Ne, úristen, ne akarok egy gyilkos lenni. Mindent megteszek, hogy én legyek az első, mert a fődi egy csíkos napernyő. Soha nem hallottam ezt a dalt úgy végig, hogy én ezt végig akartam hallgatni. Soha. Tehát, hogy mindig vagy eltekertem, vagy kikapcsoltam, vagy arrébb mentem. Egyszer volt, amikor végighallgattam ezt a dalt, akkor az élőben történt, volt a Hevesiknek egy koncertjük, ami az iskolánk valamelyik rendezvényhez kapcsolódott, talán a Petőfi Csanó. Úgy tudtam túlélni, hogy ott volt a Napóleon bulvár is, és végig a Vince Lillának a fenekét néztem. Diadal, ez volt a dal címe.
Nem csíkos napernye az, nem, az a diadal? Nem, képzeld el. Nem csíkos napernye. A másik, ami te vagy, az a mama indulnom kell, az is te vagy. Na, most erre majdnem mondtam valamit. Szerintem két dal van, amivel téged lehetne jellemezni, a csíkos napernyő és a mama indulnom kell. Mama indulnom emberek, kell. Én mama indulnom kell. Az nem én vagyok. Valahogy. Aranyos vagy, ne lovagolj rajta, engedd el, az nem én vagyok. A csíkos napernyő. Valahogy ezt a két dal tudnám elképzelni, hogy elhúzzák egyszer, neked az esküvőt. El, a csíkos napernyőt azt bevállalom, de a mama indulnom kellett, azt nem. Hogy legyen két dal, ami, Feri egy, ami nevet nagyokat, és csapkodja a térdét a csíkos napernyő, és amint sír egy kicsit, és lassú, és szomorod, a mama indulnom. Kell. Aha. Vár egy másik hely. Azt tudsz, hogy csigányul jel, mama indulnom kell. Tökéletes, tökéletes. Mindenkinek megvan a saját dala, ami illik a saját jelleméhez, vagy karakteréhez, vagy imidzséhez. És nekünk még keresni kell, de te megvagy. Én meg. Hát ez nagyon. Te megvagy. Na, á, gyerekek, azért hallgattam ezt a beszélgetést Ottóval. Hát jó beszélgetés volt, itt voltam. Szóval valójában tulajdonképpen erről kéne, hogy szóljon az élet, nem? Nem arról, hogy nem is arra gondolok, hogy Alaszkáról, meg hogy az ember a napi egy órát aludjon, hanem hogy megszületsz, fiatalon dédelgetsz egy álmot, és hogy igazából neked az egy hosszú-hosszú élet folyamat, amíg eljutsz oda, hogy ezt megvalósítod. És akkor megéltél valami olyat, amit már gyerekkorodban elhatároztál, és megcsáltad, és kitűzted, és valójában éltél, és nem mint egy ilyen biomassa, egy ilyen biodroid, ami mi vagyunk tulajdonképpen. Semmi más nem csinálunk, csak reprodukáljuk önmagunkat, és egyfajta biomasszaként élünk, iszunk, megyünk. Bejött egy légy a stúdióba. Önmagunkat reprodukálva elmúlunk, és száz év már senki nem emlékszik ránk, kicsit talán értelmetlennek tűnő életet élem. Hogy közben ilyenkor élsz igazán, amikor egy ilyet megvalósítasz, nem? Miért neked van ilyen, amit így nagyon csinálnál, de nem lehet már, vagy nem? Nem találtam meg ezt a fajta célját az életemnek, hogy én, ahogy ott... Akkor ki inspirál Einstein Bencét? Tessék? Igen, mi lenne Bencé? Kinek a pályán? Igen. De hogy ez annyira írlem az ilyen embereket, akiknek ez van, és egy egész életen át ez így áthúz, hogy addig nem nyugszol, és addig nem hagy nyugodni az a gondolat, amíg te ezt meg nem éled, vagy nem teljesíted, vagy létre nem hozod. Nem? Szóval, hogy valódi értelmet talán tulajdonképpen ennek van, amikor ott fekszel, vagy alá a ságyadon, és azt kérdezed magadtól, hogy volt-e valami értelme annak, hogy éltem? Mi a fenét fogsz rá mondani, ha azt, nem valami ilyet? Gyereket csináltál, fölnevelted. De azért azt simán reprodukálod önmagad. Az alapja véve egyébként tulajdonképpen nem. Az, hogy te gyereket csinálsz, az önmagában nem egy nagy teljesítmény, szexelsz egy jót. Maga a gyerekcsinálás, az még semmit nem mond el arról, hogy... Fölnevelted elméletileg. Igen. Ez is lehet. Tehát a gyerek felnevelése, de tulajdonképpen minden állat és minden ember erre alapjából képes, hogy reprodukálja önmagát. Ez az elsődleges feladatunk, de alapjából nem egy nagy kihívás, ha belegondolsz. Kisebb nem sikerrel, de azért azt nem mondjuk, hogy ha valaki nem csinálta meg az ilyen jellegű gyermekkori álmát, akkor az nem, akkor az kicsit hiába élt. Nem úgy értem, hanem eljön majd ez a pillanat, azt amikor meg kell tőled magad kérdezni. Szerintem az se gyengeség, hogyha valaki elfogadja azt, hogy hát ez nem fog neki összejönni. Tehát, hogy nagyon sokan álmodoznak sok mindenről, és azt gondolják, hogy valamikor össze fog jönni, de egyszerűen lehet, hogy nem képesek rá, nem olyan alkatok. Nem megy. Mint nálad a kubai láj. Figyelj, sokszor beszélünk, itt van például az Elite Challenge. Ugye ez az 5 napos kiválasztó program, ami a rangeröknek, meg a rohamlövészeknek a kiképzésére épül, amit ugye Kozé Arnoldék csinálták. Nem tudom megcsinálni, nem fogom tudni megcsinálni soha. Nagyon szeretném, nem fog menni, biztos vagyok benne. Egyszerűen képtelen vagyok rá fejben. Nem fog menni. Biztos vagyok benne, pedig marhára szeretném, de nem megy. Erre most valaki biztos azt mondja, hogy amíg ezt mondod, hogy nem tudom megcsinálni. Igen, mert minden fejben dől el, de olyan könnyű egyébként ezeket így. Ki? Hogy minden fejben dőle. Így van, de igen, még előtte néhányan mondták azért, nem? Én tettem nagyja. Na, ez is igaz. Nem erre gondolom. Hát, hogy igen, erre is gondolok. Igen, hogy egyszerre jön a pillanat, ott fekszel majd, és azt kérdezem magad, hogy tulajdonképpen volt-e valami értelme ennek a 70 évnek? Azon túl, hogy értem, ittam, szexeltem, nem tudom, elszívtam két füvescigit, vagy nem szívtam el, ittam két sört, és lett három gyerekem. Mi volt valójában az alapvető értelme annak, hogy... Ne lovagolj már a felén.
hogy én létrejöttem. Mi volt a célja, mi volt az értelme, hogy legyen két gyerekem, meg egy feleségem, ez tökéletes értelem. Nagyon szép, csak hogy valódi értelmét megtaláltad az életednek. Vagy csak végrehajtottad azokat a programokat, amik szülők, nagyszülők belét kódoltak, hogy legyél becsületes, járj el dolgozni, keresd pénzt, tartsd el a családod. Alapjában mindenki megkapja ezt a kódolást, vagy hát sokan. Nem, de valóban kell, hogy legyen egy mélyebb értelme ennek az egésznek, ami történik körülöttünk, nem? De nem lehet mindenki ilyen hős, meg nem lehet mindenki, nem mászhatja meg mindenki oxigénpalasz nélkül az Everestet. Szükség van olyan emberekre is, akik egyébként ott állnak a futószalag mellett napi 3x8 órába, vagy 3 műszakban, érted, és teszik a dolgukat. Tehát mindenki nem lehet szuperhős. Egyébként meg szerintem az a legszebb, amikor valaki nem hisz benned. Nem hisz benne, és bebizonyítod neki az ellenkezőjét. Hogy ki tudom vinni a szemetet. Igen, hogy így. Hogy ki tudom vinni a szemetet. Nem, most mit tudom, én vagyok rá, hogy valaki gyerekkorában azt mondta, hogy akkor is én leszek az MNB elnöke. Persze, Kancsi. És mégis. Na, jó van. Meg vagyunk, hát, megtaláltad. Volt egy kis remény. Most szállt el végleg. Ez egy spontán példa, most én ezen szoktam sokat szeretném gondolkodni alapjában. Igen, a Morning Show-ban hallható szereplők mindkét általában. Igen, bármiféle egyezés a valósággal, csak a véletlen. Csak a véletlen. Semmilyen korosztálynak nem ajánljuk. De nézzétek meg a feleségem arcát, hogy amikor erről beszélek, mennyire rettenetesen unja. Hogy nem csodálatos ez, hogy hányszor végig hallottam már ezt, és alapjában mennyit ápoltad természetes kozmetikumokkal. Hogy ő ilyenkor mennyire tud unatkozni, Jézusom, mert megint elkezdte, úristen, otthon is ezzel zsibbaszt, Jézusom, így belelátnék egy ilyen légbuborékkal a fejébe, hogy ilyenkor mi van benne? Mi van benne? Ne érted tőled. De nem lenne alapjában egyszerűbb, ha ez, tehát valamiről ennek az egésznek szólnia kell, ezt akarom megérteni. Miről szól? Miről szól? Létrehoz a természet egy ilyen bonyolult biokémiai folyamatok által létrejött, mint az ember, aminek mondjuk az agyműködését sértjük milliárdok. Aznap este, amikor veszel egy kutyaszánt, megfojtalak egy párnát. Nem akarok elindulni az iratot, nem mások álmait akarom élni, nem erről beszélek, de hát tulajdonképpen, ha ennek az egésznek semmi értelme, akkor miért jöttünk létre? Nem lenne egyszerűbb, ha nem lenne semmi? De ez az értelme, az mi? Élet mi? Mi maga. Mi az értelme, Feri? Az élet maga, mi? Hogy éld meg a pillanatokat. A csíkos napernyőt? Akkor a csíkos napernyőt, meg a Mama című dalt, fogjuk rá, tök mindegy. Igen? Ha van nagy álmod, hogy kimész Alaszkába, csináld meg. Ha nincs nagy álmod, vagy nem tudod megvalósítani, akkor éld meg szépen, vagy csúnyán, vagy jól, de éld meg azt, ami van. Örülj annak, a két gyerekednek, az egynek, az ötnek, a napodnak, hogy nem. Hát akkor ez az értelme. Azért ne legyünk öngyilkosak mindannyian, hogy mi nem akarunk menni kutyaszánolni. Tehát az örülés az értelem? Az öröm, igen. Az meg a szomorúságot is megélni. Megélni minden napját. Nem? Megmondom, mi van most az arcán. És te vele érsz. Viki most arra gondol ebben a pillanatban, hogy tökéletes a férjem, de a kis komcsi sokkal izgalmas. A kis kopasz komcsi. Nagy botta. Az aprócent komcsi. Mekkora botta lehet a kis kopasz komcsinak? Így van. De az menjünk el híres. Menjünk el híres. Tényleg csillog messze. Megöli magát. Jó, jó. 9 óra múlt 1 perccel. Jó, menjünk. Az alfát, Feri. Ja, igen, meg. 9 óra múlt 1 perccel. Az életben nagyon fontosak egyébként. Áthúznak a köznapokon. Igen, apró örömök. Egy szponzoroktól. Jó, de egy kicsit mélyebb értelmet kerestem. 9 óra múlt 1 perccel megyünk. Keresd a gatyádat. Első és egyetlen Morning Show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után 16 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, ez egy tréfa volt ez a dal, erről beszéltünk egyébként a hírek előtt. Nem volt tréfa, jó volt. Rájöttél az előbb, hogy a férjének ez rosszul esik, és most megpróbáltad kiengesztelni. Nem, megpróbáltam rá
rátenni még egy lapáttal. Megpróbáltam rátenni még egy lapáttal, hogy nem csak beszélünk róla, le is adjuk. Gyerekek, higgyétek, hogy egyébként mindenkinek megvan a saját dala. Tehát nyugodtan megírhatjátok, ti drága hallgatók is, hogy szerintetek a saját dalotok mi? Az élethelyzetetekre éppen mi az, ami a leginkább jellemző, vagy amiről szól a dal, vagy amit üzen, lehet külföldi vagy magyar, de mindenkinek van egy saját dal, amit ráhúzhat a saját életére. Nekem erről a dalról, amikor ezt Feri bemondta, hogy ő ezt szereti, megvilágosodva jöttem rá, hogy én értek mindent, hogy te ezt a dalt miért szereted. Neked melyik Lady Gaga dalot? Bevállalom, persze, nekem is van biztos egy csomó rossz, de hogy ebben tulajdonképpen minden benne van. Benne van, ami vagy. A csíkos napernyő, értem. Megkérem majd a Hevesit, hogyha esetleg én ott leszek a temetéseden, és még a Hevesi ezt túléli, akkor nyomja el ezt a dalt. Élőben. Ez lesz az én... Az a baj, hogy ő túl jó bulit csinál. Ő nagyon jó bulit csinál. Én láttam őt színpadon, egyébként ő zseniális. Ő zseniális bulit csinál. Mondjuk nála mi vászhat lesz a temetésen, ha ott vagyok, ha nem. Igen. Biztos, hogy adunk neki. Nagyon beteg Vindal, de azért szeretem írja valakit. Na, itt vagyunk, drága hallgató, 9 óra 18 perccel egyébként, ha még nem mondtam volna, mondom, hogy mi helyzet az utakon. A 4-es Ebesnél mérik a Debrecen felől érkezőket. Egyébként nagyon kevés közlekedési hír jön ma, feltételezzük azt, tehát, hogy minden rendben van, nincs dugó a nulláson, az autópályákon keveset fotóznak, jól lehet haladni a fővárosban. És mindenhol minden rendben, mert hát alig jöttek ma reggel közlekedési hírek, vagy lehet az én SMS falam hagy ki, minden esetre ilyenkor már nagyon sok szokott lenni. És barom sokan írtok, hogy itt vagy ott nem lehet haladni. Ha van esetleg ilyen hely az országban, autópályán, mellékúton, nulláson, bárhol, azért küldjetek el nekünk, hogy tudjuk mondani. Hétfőn sorsoljuk, illetve pontosabban nem a sorsolás a jó szó, hétfőn adjuk át az autó, drága hallgatók. Hoppácska. Menő. És ugye egy Ladáról van szó, egy rászoruló családnak. Hétfőn hallhatjátok, hogy végül is kik kapják az autót. És a két hát bakancslistás tervünket pedig szervezzük. Uh-huh. Tervezzük a postásat is, megszervezzük a másikat is, a reptetést. Ja, azt hittem a tiédről beszélsz. Nem, hát nekem még van, nekem még azért is van lehetőség ezt megcsinálni. De rajta vagyunk azon, hogy ezeket szárba tudjuk szökkenteni, úgyhogy meg lesz. Mind a kettő ez egyébként az autóz is, illetve a disznőöléshez is rengeteg felajánlás érkezett a hallgatók részéről. Nagyon-nagyon jó fejek voltak. Én, amire legutóbb emlékszem, az, hogy téli gumiszettet ajánlott fel egy nagyon kedves pár. Annyi van már, annyi téli gumiszettet. Megírtam nekik egyébként, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, már azt se tudjuk egyébként, igen, hogy mit ajánlottál fel valójában az autóz, ez is majd össze kell fésülni. Mert hogy már valószínűleg az is volt, de minden egyes felajánlás, nagyon-nagyon szépen köszönünk, mert nagyon gálánsak vagyunk. Helyes, van benzinkárt. Meg a téli gumi szettet ajánlott fel a nagyon kedves pár, akkor az Aldi is, meg a Lidl is ajánljon fel valamit, nem? Hogyha a téli gumi szettet ajánlott fel a nagyon kedves pár. János, akarsz még valamit hozzáfűzni? Hagyjad, ezt engedd el. Csak mondom, hogy akkor... Az elengedést is szoktam mondani, hogy ez milyen fontos az elengedés. Mindig egy picit ilyen, úgy nézem magam, mint egy gumimatrac, ami tudod így szépen, hogy... Nem, te már nem is voltál felfújva, úgyhogy... Na, hát beszarok. Te ma nem tudsz leengedni. Tesó, higgyél nekem, te ma nem vagy gumimadrac. Én is mindig elhiszem, amit mondasz, de te ma nem tudsz leengedni. Annyira igazán a feleségemnek, és skizofrén. Ennek az emberek kettő személyisége van, komolyan mondom. Skizoid hajlam. Van egy érzésem néha, hogy itt a stúdiónak a közepén van egy ilyen számunkra láthatatlan, de érezhető azért, egy ilyen érezhető, ilyen elválasztó lap, egy ilyen vonal, egy ilyen demarkációs vonal, Van egy velünk párhuzamos a létező dimenzió, amiben Balázs van, és van egy másik, amiben mi vagyunk. A miénk a tatteres. Igen. Ugye? És a másik oldalon van valaki, aki mindig, igen, tud valami meg. Mi halljuk azt, ami átszüremkedik a másik oldalon, mi halljuk, ő viszont nem hallja. Ő csak a szánkat látja, hogy jár, de vagy nem néha jár. Hallja úgy, hogy bemegy a fülén, és aztán elmondja, hogy az az övé. Tudod? Én szerintem ez ettől jó. Hogy... Szerintem ez alapjávéve. Alapjávéve. Ez a Facebookos történet is. Jól lecsesztél, hogy nem működik a Facebook. Pedig tudod, miért nem működik a Facebook? Miért nem működik a Facebook? Mert eltüntettem magad. Eltüntettem magam a Google által. Azt ígérted, hogy ugye naponta mindig lesz egy poszt. Igen. Volt? Tegnap volt.
Nem. Naponta lesz jó, egy poszt. Nem volt mindig. Nem, na, tegnap volt, az kevés. Mert értem tegnap... én, hogy megint bement valami, és kijött valami ott. De hogy nem volt mindig. Nem volt. Picit elmaradta valóban a napi posztokkal. Tegnap egy nagyon szellemes csubakkását tudta posztolni. Picit el vagyok ezzel maradva. Ami egyébként annak köszönhető, hogy így 180 ezernél megállni látszik de a dolog. Hát azért nem, mert szabotálod. De te nem csinálod, szabotálod, nem gondolod. Nem gondoltam, nem hogy ezt ilyen rendszeresen figyelitek. Na. Hát ez szóval, hogy nem figyelnék már. Az volt bennem, hogy oké, legyen napi egy poszt, de hogy ezt így nem kértétek számon az utóbbi egy hétben, úgyhogy én így megpróbáltam ezt elsumákolni. Továbbra is az az érdekem, hogy ne nőjön az oldal. Tehát ebben semmi ellenérdek nincs. De van 3-4 napon keresztül elsumákoltam van a posztokat. Van egy megbeszélésünk, a napi poszt. A napi, igen, ez, napi igaz, poszt. Ez igaz. Visszavonom a lájkot, ha nem posztolsz. heti posztra ment ez le most. Tegnap valóban volt, aztán az utána következő, az múlt hét csütörtök. Igen. Jó, nem gondoltam rá, hogy figyelitek. Na. Hát de egy kicsit igen. Nem figyeltem. Nem gondoltam rá, hogy azért ezt ennyire. Még egyszer mondom egyébként azok számára, akik esetleg nem hallották, hogy nektek azt az oldalt kell lájkolnatok, kedves hallgatók, ott kell követővé válnotok, ahol éppen 179.651 kedvelő van fent. Elvileg az az official oldal, így van. Nem, hát gyakorlatilag is. Igen, kicsit felhúztuk azon official-t 70.000-ről 100.000-re, de... Igen, azt én se értem. Én értem, hát az algató... Az unszócska, hát igen, azt meg igen, az árulkodó. Az árulkodó. Igen, csak ugye ott az vagy beírod, hogy Facebook is akkor official, akkor unofficial, vagy official, és neki az, de az, az ne jön fel. Nem hiszem benne, hogy ez meg tud lenni? 190, vagy 200, vagy 200, vagy 400. Hát ugye 250-et kell igazából, aha, de én szívesen tiltakozom, én nem véletlen lapítottam a napi posztok által, tehát igazából én ezt elhúztam. Vagy próbáltam tulajdonképpen elsumákolni. Szerintem ez meg tud lenni gyorsabban. De lehet, hogy ez a 250 ez egy picit így sok, meg nem kellene ilyen nagy táblatokban gondolkodnom. Nem sok, szerintem azt csináljuk, ott a csak ne, nem. Ne, én amikor nincs napi poszt, akkor megy lejjebb az elérendő szám. Tehát most 250, ha ma nincs posztod, akkor 240. Meg ne gondoljunk november 18-ára, gondolunk eleget. Várjál, Feri elég erőset mondott. Napi 10.000 mínusz, ha nem posztolok. Napi 5.000. Napi 5000. Tehát lejjebb jön. Igen, ma nincs posztod, akkor 245. Holnap sincs poszt, akkor már csak 240.000-et kell elérjünk. Holnap után se 230. Ez nem jó hír. Hát figyelj, valamit valami. Okosabb vagy, mint hittem. Ugye, a napernyő után. Csíkos napernyő után. Mondtam, hogy tényleg nem megy át mind. Csíkos napernyő után, ez most egészen meglepett igazából. Rájöttem, hogy vannak rejtett tartalékai. Látod? Eddig csak azt gondoltam, hogy amikor gondolkozol, nincs szerencséd. De most nem vagy hülye, csak amikor gondolkozol, nincs szerencsét. De most már azt gondolom, hogy talán szerencsés is vagy. Jó, hát napi 5 ezeket nem vonjunk le, akkor inkább posztolok. Azzal jobban járok. Köszönjük szépen, meg vagyunk. Jó, tehát a posztokat rendbe tettük. Mivel tudjuk még följebb húzni a cuccot? Mert most állunk. Várjatok. Játszok a golyóimmal. Jó, gyere. Én meg élő megkezdetitek. Gyere, mutatom. Jaj, ne. Na, majd játszogatok. Kezdjük ott, hogy mindenki, aki az unofficiált lájkolt, az vonja vissza a lájkot. Egyébként igen. Egyébként igen, főleg azok, akik úgy gondolják, hogy azért lájkoltak, mert hogy amögött Sebestyén Balázs, semmilyen szinten nem áll mögötte Balázs. 179.651-es. Igazából az unofficialt is én hoztam létre, hogy eltereljem magamat az officialről. És így viszont megosztom az erőket, mind a kettő szépen lassan növekszik, de nem érem el a kettőt. Fel kell húznunk ezt. Rövidebb időn belül. Na, 250-et vegyük célba, nem vegyünk célba mondjuk egy kisebb számot. Mondjuk egy 190-est. 190 ezer? 180. Na most egy 180. Hát az egy vicc. Akkor legyen 200? Legyen. Mit akarsz? Meddig? Szóval mi legyen? Mondjuk péntekig. 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 Igen? Húzzunk fel, mondjuk szerintem mondjuk egy ilyen 200 ezer darab lájkot. Elbukjátok. De hogy bukjuk el? Mi a tét? A hallgatók velünk vannak. Mi a tét? Legyen mondjuk az a tét. Bocsánat, egyébként miért mindig csak én szívok? Tehát, hogy itt azért itt van egy... Hú, te szegény! Tehát itt azért van egy nagyon érdekes dolog, hogy mindig én szívok, nem? Mivel? Illetve ha nem lesz meg, akkor törölhetem magam, ugye az van. Hát igen, ez de egy fogadás. Hogy mivel is? Hogy... Tehát, hogy tudod, miért mindig ő szív. Legutóbb én voltam az, aki kint fagytam valára a kertetben. Tehát, hogy mennyire szerették azt, mennyire szerették azt. Na, mit, tehát, hogy azt mondta, hogy legyen 200? Legyen 200. Ha nem lesz meg? Ha nem lesz meg, akkor... Akkor nem kell csinálni semmit. Ha meg lesz? Ha meg lesz, akkor mondjuk találjunk ki neked valamilyen kevésbé kellemes tevékenységet, amit mondjuk kevésbé szeretsz. Legyen mondjuk az, hogy mit szólnál például egy jó kis látogatásra a fővárosi nagycímre.
Hogy de helyes vagy, tudod, hogy a gyereket sem viszem el. A Viki viszi mindig cirkuszba, nem bírom a cirkuszt. Tehát ahogy Ottónak hidegfóbiája, nekem cirkuszfóbiám van. Ezért lesz ez nagyon jó. És előtte mondjuk, hogy ha már mentek cirkuszba, azért de mégsem menjetek oda, mondjuk így étlen szomjan. Jó lenne, hogyha még megkajánál valami kevésbé menő helyen, mint ami ez egyébként szokva vagy. Biztos találunk a környéken valamit, aminek még nincsen Michelin csillag. Hát ott van. De szemét, vagy nem kajánlok. Csak a bejárat mellett van büfé jobb oldalon egy és bal oldalon is. Van egy hurkázó, ilyen talpon állok. Az, hogy bejutott, jó a hurka. A másik oldalt javaslom, ott vannak azért. Megvan, egy klasszikus, régi hamburgert kell fagyasztott húsból megenned, már megsütik a hús, de az egy ilyen darált fagyasztott. Ne, Feri, ne gondolkodjunk már a prémium kategóriába. Jó lesz ott egy pár lángos is, de csak szimplán. Vagy csak nyomorúságosan? Egyedül ott áldogálva? Tehát a lájkolók közül sorsolunk valakit. Legyen valaki, egy szerencsés, aki ehet, amit bocsánat. Akar. Bocsánat, jelezném, hogy vannak barátaim. Tehát, hogy nem baj, majd velük elmész hétvégén. Oleg meghívják őket. Tegnapon találod majd meg a szponzorautót felé. Pedig. Oleg meghívják őket és Nikolajnak. Na? Tehát, hogy vigyek el valaki? Igen, vigyél el egy lájkolót, mondjuk kiválasztunk majd valakit, elviszed, szépen ott megvendégeled, elviszed utána a fővárosi nagy cirkuszba. Jó, szórakoztok együtt. Végignéztek egy nyomorúságos előadást. Ami egyébként nem az, mert kiváló darabok vannak, csak én nem szeretem nagyon a cirkuszos. És jobb. Kötelező lesz, megtapsolnod a bohócot. Tehát lesz egy bohóc szám, és annak a végén neked fel kell állnod. Hát miért érzem azt, hogy kicsit már azért az egész arra megy, hogy minél inkább hülyet csinálja fel saját magamot. Jó, na drága hallgató. És... Hey! Hogy bor! Nem az Feri. Nem az Feri. Körülbelül lesz a reakció, fájuk el tőled a bohóc szám végén. Tehát mondjuk ki akkor, a fogadás tétje az, hogyha pénteki, mikor adás végéig vagy nap végéig. Pénteken éjfélig. Most miért más ünnep? Pénteken éjfélig megvan a 200 ezer, akkor ezt meg kell csinálnom. Igen. Ha nincs meg, akkor viszont nem kell bohócnak tapsolnom, nem kell nagy cirkuszba mennem, és nem kell egy hallgatót kiválasztanom, aki lájkolta az oldalt, és nem kell vele elmenni hamburgert tenni, majd közösen kicsit félmodorosan beszélgetve semmiről üldögélem a nagy cirkuszba, és megnézni egy előadást. Én nem hiszem el, hogy van, vagy hogy nincs 20 ezer olyan ember ebben az országban, ebben itt most az éterben velünk, a Morning Show rajongói, hallgatói között, akik ne szeretnék látni, ne szeretnék átélni majd posztok formájában azt, hogy tapsolok a bohócnak. Hogy tapsolsz a bohócnak, előtte jó belángosozó, és utána arcon fúj egy orhidával. Nélkül csak fokhagymás páccal. Natúrlángos. Igen, és én a seggbe rúgatom magam, műeleseg, elveszem a trombitáját, és arcon fújatom magam egy ilyen oldalzsebes orhideával, ahol lefröcsköl vízzel, majd ordít, hogy van másik. Jó, ezt nem kértük, de ha akarod, akkor csináld. Jó. Na, drága hallgatók, tehát a feladat elfelejteni. Nem. A feladat azt mondani, hogy Bali, értem, ezért nehéz teher, nem vagyok veled. Illetve veled vagyok, nem lájkollak. Félreértetted a projektet, tehát hogy az a lényeg az egésznek, hogy legyen meg. Mert mi hiszünk benne. Úgy bírnám az unofficial felmenne 120-ra, az enyém meg 180-ra. Hagyjuk már ezt a nyomorult unofficial. De mindenki oda megy, ez tök jó. Nem, hát mondjátok vissza az unofficialről a lájkot, és rakjátok rá a sima officialre. Tehát oficiál. Ott áll Balázs két keze között így a felirat világít, hogy oficiál. Azt kell lájkolni. Így van. Péntek éjfél? Péntek éjfél. Jó, én kitalálhatok valamit, hogyha nincs meg, akkor miért ti mit csináltok? Vagy ez csak arról van szó, hogyha péntekig nincs meg, akkor nem történik semmi, ha megvan, akkor ez megyek szívni. Demokrácia. Figyelj már, nem arról szól most ez a sztori. megint a komcsi vonal. De tehát én nem cserélhetek, hogy ha viszont nincs meg. Tehát akkor nincs egy ilyen oldal a fogadásnak. Figyelj, mert neked ugye ott van a nyereményed, hosszú távon az, hogy nem fog összejönni az a 250 ezer dollár. Akkor én törölhetem magam november közepén. Az oldal. Neked, tehát hogy a te jutalmad az november 19-én éjfélkor lesz. Ha lesz, de nem lesz. Mert össze fogják hozni a hallgatók. Oké, péntek évfél. A pénteki nappal kapcsolatban van egy másik, és jön egy meglepetés vendégünk egy napra. Igen. Pénteken jelen lesz valaki, aki jön hozzánk, és egész nap itt lesz velünk. Erről csak ennyit mondunk. Szeretni fogjátok. Ez csak úgy kapcsolódott a péntekhez, mert eszembe jutott egyébként. És én olyan vagyok, hogy eszembe gyorsan kimondom. Azt hiszem, hogy jelenőt kapunk az NMHH-tól. Nem. Vagy egy közérzés? Nem. Jó, tehát péntek évfél, áll a fogadás. Jó. Jó, ne felejtsük el, kedves hallgatók. Jó, növekszünk, 180.243. 400 már, 180 ezer. Hajrá! Kicsim, nézd meg, hogy mi van a cirkuszban, amit kibírok.
Én a hétvégén találkozni fogok Balázsal a szombatos forgatásra. Várj. Szeretném, ha még akkor is bűzölögne a szája fokhagymától. Mikor kell elmennem a cirkuszba? Én választhatom ki az előadást? Nem. Ti választhatok előadást? Ne válasszon már előadást. Ne válasszon! Feri, most nem tudom, hogy emlékszem még a csíkos napernyőre. Emlékszem, persze. Túl jó szívesen. Nem, majd mi kiválasztjuk, jó? Tehát ti választhatok előadást. Csak van valami jó bolcsó. Igen, tényleg, bolcsok az ország miatt. A világ minden tájáról. Országos bolc. Igen, világszintű bolc felvonulása nagy cirkuszban. Másfél órás bohócsó. Igen, idén is a fővárosi nagy cirkuszban a Faltól falig bohócok című előadás nagy sikere. Való tekintete. Jó, figyelj, meg lesz az. Kiválasztok egy jó előadás. Gyíkok vagytok, bukjátok. Nem. Léci, srácok, mindenki az oficiálra. Lájkolást neki. Mert azt most lájkolók között sorsolunk, és valakit elvisz Balázs a cirkuszba. Ha ezen múlik, bezáratom. Ja, és még választanom kell valakit, de azt én választom. Nem. Sorsolunk, akit dob. Hát, jó, hogy fölkiválasztatok valakit. Persze, van egy olyan program, aki tud ami tud sorsolni a lájkolók között. Van ilyen sorsolós program. Bizonyám. Mutat a világ, öcsém. Vannak még nagy titkok. Jó, lágod. És majd akkor válasz ki magadnak itt a Népligetben a parkolót, mert itt le fogod tenni az autót, és BKV-val fogtok oda jönni. Jó, de hogy te hogy van az, hogy még mindig kitalálsz minden? Vagy. Tehát innen kell elindulnom? Vagyok, hát most érted, jár az agyam, hát ebből legyen már egy szép csomag. De roldék vagy. A jegyedet állom. Nem, szerintem ezt a cirkusz ingyen adja. Ők veszik alapot, ők ezt ingyen adja. Na jó, van. Jó. Visszatérünk erre. Játszunk egy jó kis hármasugrás levezetésképpen, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Szabolcs, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, szia, Szabi, honnan Szabolcs. Hívtál minket? Most például a Győrben tartózkodom. Uh-huh. Győrben. Lájkoltad már a Sebestyén Balázs Official Facebook oldalt? Természetesen. Nagyon ügyes. Valamire nem az unofficial, te is eltévedtél, és rossz helyben. Mert csak lájkoldozd is meg. Na figyelj ide, Szabikám, így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval azt a személyt, aki valakinek a hasonmása? Hát ez... Általában. Így van? Így van. Könnyítettük egy picit, mert tegnap kapunk egy kis kritikát. Én és a Wikipedia. Ez... Mi van? Az erős a második. Hát elég sokat lehetett róla olvasni. Igen. Itt van a második kérdés. Hányadik születésnapját ünnepli idén Mici Mackó? Mici Mackó? Uh-huh. Ez nagyon trippes kérdés. Hányadik születésnapját idén? Annyi évvel ezelőtt jelent meg, ugye, Milne klasszikusa. Sokat lehetett róla olvasni, ez egy jubilomi év. Hol? Az Élet és Irodalomban? Talán 1977-ben jelent meg. Mi van? Nem jó irányba megyek? Nem. Ez egy kerek szám, de nem annyira kerek. Ennyit segítünk. Nem annyira kerek. Csak két jegy. Jani? A blöffölj be egyet. Na mondj egy számot, hányadik, hát tök mindegy. 50. Nem, majdnem egyébként, Jani. 90. 90. Hát ezt mindenki tudja. Sajnos. Szabikám, ne haragudj, hát ez nem volt könnyű, de hát nem mindig könnyűek a kérdések, hát azért nem tudunk mindig könnyű kérdést adni. Van egy 5000 forintos Bauhaus utalványod, ha ez vigaszta. Mindenképpen. Nagyon köszönöm. Ezt tegnap melyik 10 volt? Most lement 5-re? Hát figyelj. Ja, ugye, hogy megyünk a hétvége felé. 10 000? 10 000 forintos Bauhaus utalványod van. Ó, végig át, köszönöm. Jó, van valamilyen lakásfelújítással kapcsolatos dolog otthon esetleg? Mindig van valami. Mindig van valami, hogy jól fog jönni. Elköltöd akkor. Jó? Jó. Köszönöm. Köszi. Szépen. Hát bocsánat, de ez most így sikerült. Szia, Szabi. Szia. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azt írja egy hallgató, hogy egy műsor megy a fővárosi nagy cirkuszba. Akkor azt igen. Nézitek. Egyébként 181 000 a like. Yes. Van valami összekötetésed a nagy cirkusszal, Feri? Van valami ismerős? Egy csomó hakni csináltad. Képzeld, nem, még egyszer sem. Nem voltál ott poronmester? Nem, de hogy nagyon szeretnék. Hogy nem jutottál még az eszükbe? Hogyha te mész, akkor én csinálom a műsor. Csak azért mondtam, mert hogyha esetleg... Mugorosan végig, úgyhogy ott fogod fogni a fejed. Egy plusz bohóc számot nem tudnál? De. Jó, de csak ha úgy jössz be, hogy jelesel. Tehát olyan, hogy feldobod a hangulatod egy műeséssel. Így van? Gyeim és uraim! Hogyha esetleg nem küldenének, elmegyünk, megvesszük a jegyeket, tudni fogjuk, hogy hol ül, és szerintem még az is akár előfordulat, hogy véletlenül a bohóc kiszúrja majd. Ahogy ott ül, és megkéri majd egy közös játékra. Az annyira kellemetlen rohadékok vagytok. Hát, de hogy. És nem refi rád.
Ez kellemetlen. Szagolja csak meg ezt a virágot, Balázs, kedves! Mondjuk akkor nem láttál még bugyót, de akkor lesz. Tehát akkor az lesz, hogy elkezdek birkózni vele, és ott fog gurulni. Hogy két biztonsági őrrel menne oda bohóc. Ja, Istenem, jó, hogy gyíkok vagytok, messze van még a 200 ezer, úgyhogy gyíkok vagytok. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Azon gondolkozom, hogy a péntekről mondjunk még valamit, vagy csak az, hogy érkezik hozzánk valaki, egy eláruljunk még titkot, fiú, szűkítsük lány, a kör. De azzal nagyon nem szűkítünk, nem? Akkor régen volt nálunk, vagy nem volt. Majd holnap mondunk már. Régen volt, vagy nem volt, vagy nem szeretjük. Igen. Mi történt, Feri, a reklámat agyvérzésed volt? Hát csak gondolkozom, hogy mit lehet elmondani, mit nem. Alacsony vagy magas, sovány vagy mulér. Jó, holnap mondunk többet. Jó, pénteken érkezik hozzánk. 9:30 múlt 7 percen. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 2 perc múlva. De az a baj, hogy én azt hiszem, hogy a hallgató hülyül, de hogy egy előadás van. Ja. Ludas Mátya. Így van. De reméljük rugalmas koreográfiával. Igen. Vagy ahogy a mikroszkóp színpadon mondják, Ludas Mutyi. Én imádom a mikroszkóp színpad címeket. Nagyon Ludas jó. Ludas Mutyi. Ami fűre lépni jós. Ludas Mutyi. Ludas Mutyi. Úristen, de jó. Szóval tényleg egy előadás van. Uh-huh. Nem baj, össze fog az jönni. Meg fogjuk találni a helyet abban az előadásban, valamilyen formában, majd kiderül. Beszélünk majd ott az illetékesekkel. Egyelőre az a cél, hogy minél többen lájkolják a Sebestyén Balázs official oldalt. Bocsánat, csak jelzem, hogy eddig az volt, hogy egy hamburgert, és üljek vége egy ilyen számomra meglehetősen unalmas előadást. Jó, ha mertünk állni. A zene alatt eljutottunk oda, hogy vegyek részt az előadásban. Igen. Én legyek a liba, akit hajt a Ludas Matyi. Ez se rossz ötlet. Ezt is írjuk fel a törvényedet. 181.398-an vagyunk jelenleg. Messze vagytok, gyerekek, Sebestyén Balázs official-ön, tehát hogy nagy-nagy szívességet tennétek azzal, például annak a kedves hallgatónak, akivel majd Balázs részt vesz ezen az előadáson, illetve megvendégeli a büfénél, hogyha lájkolnátok az official oldalt, és unlájkolnátok az unofficialt. Igen, de hát aki azt gondolja, hogy ő már lájkolta a Balást, az nézze meg, hogy mit lájkolt. Ha unofficiál van írva, akkor ott vond vissza, így és van. Tedd át az oficiálra. Az egy úgynevezett rajongói, bármi ezt sokszor nem nagyon érezzük, egy rajongói oldal, az igazi az official. Benyaljátok ezt, gyerekek? Nem ennyi. Fogjuk, te nyalod be, ott fogsz ülni a bohóc spriccel. Lájkolni kell? Mi a lájkolás és a megosztás? Ez micsoda? A megosztás az, hogy kiteszed a faladra, hogy te lájkoltad. Uh-huh. Ja, és akkor azt látják. Igen, és akkor látják egy csomóan. Így van, ezért mondtuk azt, hogy lájkoljátok az official oldalt, és osztátok is meg azt, hogy lájkoltátok, hogy terjedjen az ige. És oda is írhatjátok, hogyha sikerül a 200 ezer, akkor valaki az új lájkolók közül megy Balázsral a cirkuszba. De jó, lesz, már alig várjuk az élménybeszámolót, illetve az ehhez kapcsolódó posztokat. Ja, és mától minden nap poszt. Jó, azt értettem, jó, oké, csinálom. Jól fog mutatni majd a növényhab az arcodon. Mutatjuk, milyen foglalkoztunk ma reggel. Vendégünk volt Balog Otto, nagyon szerettük. Ő az az elszánt ember, mi egyik nagy kedvencünk, aki elindul jövő márciusban az alaszkai szánhúzó versenyen, ami elképesztő, 1800 kilométert mennek 9-10 nap alatt, mínusz 20-30 fokban akár, ugye Alaszkában, és a világ legkéményebb szánhúzó versenye, a korona ékszere versenyek versenye, ugye, Iditarod ez a neve. Egyszer már volt vendégünk, most visszahívtuk, mert hogy megígértük neki, hogy mielőtt ő kiutazna Alaszkában, még beszélünk vele, és hát mesélt arról, hogy erre a hihetetlen ember próbál a versenyre, hogy készül, hogy edz, mi vár rá kint, vannak-e félelmei, egyáltalán hogy lehet egy ilyet végigcsinálni, ugye 9-10 nap alatt napi egy óra alvással durván 1800 kilométert tesznek meg, hát embertelen tájakon, rettenetes hidegben. Erről beszélgettünk, jó őt hallgatni. Nagyon. Jó őt hallgatni, hogy mennyire elszánt, és ennyire lelkes. Hát reméljük majd, hogy be tudunk arról számolni. Valahol, valamikor, hogy ő célba érte. És addigra már leszünk mi is újra. Erről volt szó, valamint Debrecenben átadtak egy okos zebrát, aminek baromira megörültünk, mert hogy az ember sokszor hallja azt, hogy mi nem működik ebben az országban, meg mi romlott el, meg mi a rossz.
Most viszont erről mi örömmel számoltunk, mert hogy tök jó a dolog, ha rálépsz egyszerűen egy LED csík, ugye érzékel egy fotocella, vagy nem tudom, és felvillan a zebra, és az autósoknak is segítség. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk az ő településük büszkeségét, hogy mi az, aminek örülnek, amit náluk átadtak most, amit szeretnek, ami jó, és ami a település büszkesége. És csak úgy ömlött a jó. Csodálatosabb dolgok. Jöttek a pozitív SMS-ek, ezekből is szemezgetünk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc van pontosan, 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Mi újság? Kérlek szépen, beújítottam a telefonomat. A szolgáltató, vagy hát a gyártó lemondott arról a modellről, ami nekem van. Kénytelen voltam venni egy újat. Nem tudom, hogy ez veletek előfordul, amikor mondjuk új telefont vesztek. Nálam ez folyamatosan előfordul, mondjuk akkor kártyát is kell belecserélni, mert nem pont az való bele. Na most a kártya, amit kaptam, az rossz, hibás. Tehát, hogy most nem vagyok elérhető. Tehát a régi kártyámat már letiltották, az új meg még nem elérhető. Tehát akarom kérdezni, hogy másokkal is előfordul, vagy én szívok mindig ezekkel a telefonokkal, amikor megvettem, akkor nem volt kártya független. Hónapokig tartott, mire ki tudtam ütetni. Tehát ez másokkal is előfordul, vagy nekem ez a telefon, ez... Na, lájkoljátok a Sebestyán Balázs Official-t. Jó, most teszem. Másoknak minden működik. Most nem fut valahol egy évsztori a játék. Na, mondom, hogy most teszem ki a posztot, amit mindenki lát, hogy melyik az official, mert ezt én most már unom, ezt az unofficialt. Unofficialt unlájkolod, officialt lájkolod. Tessék. Hívjuk a naphallgatóját már, és Csabi, én veled vagyok, jó sztori volt. De. Nem, ne hidd el, nem volt jó. De hát az van. Nem, az minden, ne higgyel nekem se. Majdnem a levegőbe csaptam. Morning Show. Az bizony, jó reggelt, hello. Hello, ki? Hogy hívnak? Ádám. Ádám, hello, te írtad nekünk ezt az SMS-t, amit hallottam, benne volt a Best Of-ban a közösségi játszótér, ahol a részegek vizsgálják a gondolatokat, egy másik civilizáció építette. Hol van ez helyileg? Ez Kőbányán van, Harmad utcában. Kőbányán, és nem értik, hogy mi történt? Nem nagyon, de szerintem senki nem érti gyakorlatilag. Egy mellkas magasságban vannak ilyen korongok, amit lehet tekergetni, meg ilyen kondigépek, csak súly nélkül. Aha, hát akkor lehet, hogy elvitték. Hát nem, egész új. De angolul ki van írva, hogy kell használni, viszont senki nem tud angolul. Ez benne a jó, semmilyen ábra nincsen ott. Uh-huh. Az menő. Hát akkor értem én, hogy miért vizsgálgatják egyébként. Nem csak részegek, mások is, akik próbálják kitalálni, hogy mi a fenét kell ezzel csinálni. Igen. Hát gyerekek szoktak rajta csimpaszkodni. Arra pont jó. Hát talán más oka volt annak, hogy megépüljön, de hát ha nem tesznek oda semmit, akkor úgy valóban nehéz. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot. Jó, nagyon szépen köszönöm. Te lettél a naphallgatója. Gratulálunk, köszi, hogy minket hallgatsz. Szívesen. Ciao. Hello. Csabikám, milyen zenéi lesznek? A Traint hozom nektek, akik 2 éve adták ki az utolsó lemezüket, azóta egy karácsonyi lemezzel, illetőleg egy Led Zeppelin feldolgozás albummal lepték meg a rajongóikat, most viszont készül már a 8. nagy lemez, és erről hozok egy vadi új dalt. Play That Song ez a címe. Én a Traint szeretem. Jó kis rock and rollt játszanak. Ilyen igazi amerikai feeling. Megnéztem az előadásokat, hogy mikor van. Uh-huh. Barátkozó gondolattal, én azt mondom. Libuska. Az 82 000. Igen. Októberben csak Ludas Matyi van. Nagyon kezdi. Hozta helyet. Na jó van, drága hallgatók. Jövünk holnap 6-kor, jó? Még mondhatod, hogy mondani akarsz. Igen, már ajánlanánk mindenkinek egy nagyon kellemes programot, amellett, hogy ez egy jótékonysági este, egy számukra nagyon kedves kisfiú, a Jászberényi Farkas Ricsi megsegítésére. Ő nagyon súlyos problémákkal küzdik sajnos, és folyamatosan orvosi ellátásra szorul, és szerveztetek nekik egy jótékonysági este, tehát ma estére 18 órától a Stefánia Palotába olyan fellépőkkel, mint például Radics Gigi, Szandi, Tóth Vera, Gájer Bálint, vagy éppen Bangó Margit, illetve millió. Hogyha azt gondoljátok, hogy segíteni szeretnétek rajta, akkor menjetek el, vagy vásároljatok támogatói jegyeket. Mi nagyon szurkolunk neki, hogy minél többen legyen ott. Ma este, tehát 18 órától a Stefánia Palotában. Csabikám, jó munkát neked, köszönjük. Szevasztok. Ciao. Hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.